túl jót mulattam. Lehet, srácok, hogy ezen... Tudjátok, mi lehetne még egy új technikai fejlesztés? Egy olyan, olyan optika erre a kamerára, amivel tud autofókuszolni. Ez nem lenne rossz, feltétlenül. Jaj! Oké, szóval... Assassin's Creed Valhalla. Ez az új AC, az AC új vonalának, vagy AC-k új vonalának új tagja. Amiben mi vagyunk a jó fiúk, a vikingek, akik feldújják Angliát. Az angolok a rosszak. Let that sink in. Oké, értem, van ennek bizonyos történelmi alapja. Sony E-bajonettes kamerád van, ugye? Sony kamerám van. Meg tudom mondani, hogy egy Alpha 6000, azt hiszem. 6400, 6000, 6000, valami. Nem tudom megmondani. Sony Alpha 6000. Szerintem 6000. Egy Sony Alpha 6000-en van. Igen. Magyarítást akarnék telepíteni. Van hozzá magyarítás? Van hozzá magyarítás? Ó, és ezt nem telepítettem. Nincs hozzá magyarítás. Ó. Oh. De nézhetnénk ilyen, ilyen ázsiai jól. Van mindenféle. Van egy, ami szerintem koreai. Meg van az összes többi, ami nem koreai valószínűleg. A kettő és három számjegyűek, a bajonettesek, az egy és a négy az E. Oké, akkor nekem most mim van? Oké, mindegy, engedj, ledet. Oké, van-e hozzá magyar nyelv, vagy nincs-e hozzá magyar nyelv? Aki nézte a VR-t, volt-e magyar nyelv a feliratban? Neked S van, köszönöm. Nincs, legyen. Nem volt. Nagyon jó. Köszönöm. Next. Next. Már is a New Game-nél vagyunk, ez viszonylag gyorsan összejött. Egy pillanat, meg is beszélem, hogy van ez a Minecraft dolog, az fun. De most, most ezt a másikat, ezt az Assassin's Creed Valhalla dolgot, ha lennél szíves capture-ölni. That would be awesome. Assassin's Creed Valhalla az új AC játék, mint azt már említettem. Belenézünk, a vikingek vagyunk, mint azt szintén említettem. Nagyjából ennyit tudok róla mondani, úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Oh boy, adventurer, more icons will guide you toward your rewards. Opportunities are visible from farther away. Explorer, feedback on world map opportunities and regular information on the compass. Pathfinder. Minimum HUD. Jó, Explorer default. Tök jó. Na, indítunk egy hardot, srácok! Vagyunk annyira kemények, hogy indítsunk egy hardot? For players that want a solid but fair combat challenge. Ha! Kinek kell fair combat? Nem. No. Ez a very hard, no, thank you, no. A very hard az nem az, amit keresünk. A very hard nem az, amit keresünk. A hard az nekünk jó lesz. Stealth difficulty. Külön állítható a stealth difficulty. Szia, Predrog! Azon srácok, hogy amióta elkezdtük ezt a pudingozást, valahogy odáig eszkalálódtunk, hogy most már, ha nem a legnehezebbre kattintok, akkor onnantól kezdve by default puding vagyok. Ó, az univerzum keletkezésétől kezdjük. Silence, you children of gods, and heed my tale of time's beginning. Mesét fog mesélni, ez a lényeg. All was dark. There was no sand. Anakin, oda! Mindegy. Szóval nem volt homok. Anakin szerettem. Tenger sem volt, de ez Anakinnek irreleváns. No grass, nor wind. Till fire. Még újra kezdett. Nem! Jó lesz így! Nem vagyok mester assassin.
Úgy nézek én ki, mint aki Mester Assassin? Most nézzétek rám, Mester Assassin az ilyen? Nem Mester Assassin az ilyen, segítek! The giant first of all beings. Szóval, most meghallgattuk, hogy nincs, nem volt tenger, aztán lett tenger, és aztán abból lett Ymir, aki majdnem olyan, mint Ymir, csak magasabb. The world was made. The world you walk and war upon. És aztán valaki megölte Ymirt, azt belőle lett a világ. Nagyjából így foglalnám össze az elhangzottakat. És bum, egyszer csak lett tenger. There you are. Wait, ez egy másik játék. Ez a srác nekem ismerős. Boy. I have you covered. Nem a God of War. Ilyen, Bájint, nagyon szépen köszönöm Prime-ot. Ne haragudj, annyira kioffol a levet közepén a jé, de nagyon szépen köszönöm. Ezt kérem szépen a God of War. Jó van, let's roll. Ez milyen korban játszódik? A vikingesben. Ők itt a vikingek. Mi meg a... Engem érdekelne a zene, na. Énekelje nekem. Azt mondtad, énekelsz nekem. Nem tudom, ki vagyok, hogy énekelj nekem. A ritmus érzékük egyébként jobb, mint egy átlagos klubban. Father! Szia, Spinyó! Hello, father! So, you see our king? Yes, good. Come, Eva. Did you find the ring? Oh, és a gyűrű! Yes. Now for our little plan. You see us talking. Quiet as a wood mouse. And surprise him with our gift. You hold it out. Look him in the eyes and you say, Styrbjörn King, may our clans be forever bonded in friendship and in love. I think you can do that for me. Tegyél fel a kezét, aki azt gondolta, hogy lemészároljuk a király, de nem mészároljuk le még a király. You will be the cord that unite our people. I'm so proud of you, Oké, szóval Fater megy beszélgetni a királlyal, mi meghallgatjuk, hogy Fater beszélget a királlyal, és aztán adunk Fater... Dance! Ó, hosszan kell nyomni, nem lehet csak úgy, de... Na milyen izé? Na, szóval beszélgetnek, mi meg majd adunk neki egy arany cuccot, és így a klánunk jobb pozícióban lesz forever, mert a Kidó adott egy arany. Hogy ropja? Az a helyzet, hogy valószínűleg többet táncoltam volna életemben, ha egy olyan korban élek, amikor a táncmozdulatok ennyire komplexek. Bár közben lehet, hogy nem ezen múlik. Spoiler, nem fogod tudni megölni második Erzsébeten. Először is, mélységesen fel vagyok háborodva. Másodszor, miért kellett ezt elmondani, most az egész értelmetlenné vált? Ennyi? Nem tudok semmi más csinálni? Drink in your fist? Come on, I'll find you something. I can't. I have a tribute for your father. Oh, what a piece. That must be worth 2 sturdy longships. Give it here. I'll pass it on. No. My father asked me, Sigurd. Én fogom odaadni neki az aranybaszt. Nem te. You're not getting any mead. Ja, megjött a bullyingoló csávó. Works through my hammer. Play! I wanna play! Rohadó almákkal, narancsokkal, diókkal, ahogy ez ilyen általános play. Tehát semmi köze nincs a semmihez, csak megálltam azt play. Jó, de beszélgetnek-e? Faterék már. Nem. Ezt a játék úgy akarja elmondani, hogy nem tudok megmozdulni. Ha ha ha!
Állj félre, tacskó, én adom oda a cuccot. Így van, berékint nem fejel, nem tacskóznék le valakit, aki ennyire magasabb, mint én, de igen, alapvetően értem a gondolatmenetet. Néha itt ott megáll, de... Így van. Miért van az az érzés, hogy nem fogunk odaérni soha ezzel a cuccal? Mert valaki lelök minket majd valahonnan. Álljál fél... Nem érünk oda! Superhero landing! Hát végül is superhero landing volt így a gerincével. Tehát, hogy nem a sikeres fajta superhero landing, de hogy ő a szuperhírónk és landelt. Valami. May our clans be forever bonded in friendship and love. Nagyon jól ment neki. A neve nem, de nekem sem ment volna, felolvasni se tudnám. Now and forever, I am pledged to you. Harken well in hall of... Ó, éneklő férfiak szakálban! Miért tokája van ennek a csávónak? Jó, igazából nem a szakája, nem a tokája nagy, hanem a szakája kicsi. Megadtam a játékot másfél órája, levonta a pénzt, de én csak könyvtárra majd tudná megint venni, mintha nem lenne meg a játék, de tudom közben refundolni, akkor mi a teendő? Halvány elképzelésem sincs. Tényleg nem, sajnos. Nem is találkoztam még ilyen jelenséggel. Odaadtuk végül az aranyat, azt hittem nem fogjuk. Yeah, megtámadtak minket! Na hát! A gyereket visszük tovább vajon? Hogy az angolokat itt fogják beállítani rossznak, mert hogy az angolok támadnak. Szerintetek visszamehetek játszani? Vagy táncolni? Alkotói szabadságvesztésnek nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabot, nagyon-nagyon király vagy. Nem, ez egyébként szerintem egy másik klán. Ez egy másik klán, vagy ilyesmi. Mindig az angolok a templárok, nem? Francia stúdió. Mármint... Jó, te menjél, aztán... Én meg intézem a maradékot. La, csácsá! Ja, magas, gád, az egy kard. Lemászott a lóról. Erünk. Meg tudod emelni. Timing! Az emberek halnak. Az emberek halnak, srácok. Ez meg temetkezik. Now it's my turn to offer you to the slave. Accept your fate, die a coward here before your people. I will spare the rest. Fight, my love. Do not listen. Robi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a szavot. Most dobta föl. Jó játékot, szép napot mindenkinek. I give my life.
Neked meg jó mulatás. Spare my clan. You have my word. No. No, Farron. No, Aaron. Pick up your axe. No. És most megöli az embereket is. És most megöli az embereket is. Az aljas mindenedet. Visszajövünk és rálépünk a torkodra, csak előtte megnövünk, hogy felérjük a torkot. Elég alaposan, mert amúgy nem működik. Tipikus AC, mindjárt vízbe esünk, aztán kimásszunk és megmásszuk az első tornyot. Hála az égnek a tornyokat, hogy ideje hátra hagyták, nem? Csóró paci, rip paci. Él még. Még mindig él. Még mindig élhetne akár. Most már valószínűleg nem él. De hogy... nem? Valószínűleg már nem él. Peggy már nincs itt, ugye? Ezek a farkasok nincs jobb dolga. Ez is szép. Mármint, hogy nem lennék nyugodt, ha éppen... Ez történne. And it's done. Kész. A sztori vége. Kalap kabát, rossz nehézségi szinten érkeztünk. Csá! Overlapped in the same DNA. Not sure why. Fix this. Jönnek a rosszok. Jönnek a rosszok. Okay, we're good. Are we? I don't know what happened, but I can work around it. You'll have to pick a stream to keep things stable. There's a third option too. I can let the Animus modulate your identity based on signal strength. It's up to you. Dönt helyettünk az Animus. Na! Melyik legyen? Kapaszkodjatok, még nem tudom, hogy egyelőre mi a helyzet. Nem tudom, hogy ez így... azt hiszem nők lettünk, de hogy ez nyilván nehéz még egyelőre. How long have you been chasing me, Wolfkissed? 17 winters, 18. Do I now haunt your dreams? Rip szakál. Ja, pedig a szakál nem rossz dolog. Csaj lett maradhat. You remember this? Oh, your father's axe. The weapon of a coward. A scorn snake. Ah, few things would please me more than to kill with this blade. But I know you would defy me to the death. Néha ugrik elég nagyokat. That I will not allow. Ó, ezek azok a csávók, akik... ezek azok a csávók. Akkor újraindítjuk. No. Jó lesz ez. Bár egyébként a vikingek, értitek, a szakállókkal pont női karaktert választani egy vikinges játékban, az ilyen abszolút, abszolút izgalmas kérdés. Ne, ne haragudjatok, de hogy nincs... nincs szakáll. Ja, hiba, hiba volt, az én hibám, abszolút az én hibám volt. De el van mentve, úgyhogy igazából mindegy. Na akkor mehet a maxos. Nem kezdjük újra. Azt akarom megnézni, hogy van-e valami checkpoint, tudjátok, ami így... Csak egy kicsit visszább megyünk.
Nem a női, a női karakter alapvetően semmi bajom is, tudjátok, hogy nagyon gyakran játszom női karaktereket, karakterrel egyébként játékokban, de hogy itt vikingek vannak és szakállak. Tehát, hogy, hogy szakállak, értitek, az, szóval az azért ez mégiscsak egy döntő dolog, csak nem, nem gondoltam bele. Én nem vagyok jó a játékok elején. Mórig a kamóri, csak nem. Annyira ez nem volt fun. Kérhetsz egy kis segítséget? Hát igen, Max nem tudok segíteni, nyugodtan írt, hogy mit tudunk. Szia Peti! Nyugodtan írt, hogy miben tudunk segíteni, és megpróbáljuk összedugni a fejünket. Nézd meg, hát ha nő is tud szakállat növeszteni, abszolút, abszolút. Abban a módban a játék váltogatja a nemedet. Váltó. Oké, értem a célzást. Jó, oké, értem a célzást. Jó, elrontottam, megtanuljuk a leckét. Ez van. Vírus van, nem dugjuk össze a fejünket. Ja, trú. Egész jó ruhák, látszik, hogy megpróbáltak odafigyelni. Persze a pimpelés nem marad el. Így van, így van, így van. Azt hiszem megvan a probléma, delay delivery for digital content purchased via the Ubisoft store. We are aware of delays in process some order, it may take up... What? De legalább megvan, az is valami egyébként. Jó, a 3 perc van a kettő között, na, jó lesz. Megette a farkas, de megám. Oké, most egy ideig ne nézzetek ide, gyorsan, gyorsan ezt a dolgot, ne, ez a szakál volt a hiba. Biztos át lehet ugrani valahogy, nem. Igen, ez így volt. Nem, kontroll, nem. És egyébként hogy vagytok mostanában? Ja, itt ilyen harc van, harc. Ja, harcolnak. Ne, nyomogattam a space-t is, az összes gombot nyomogattam, ami általában. Csak ne menj a tóhoz, jönnek majd a farkasok. Jó, majd megpróbálom elkerülni. Oké, értitek, de hogy szakál. Tehát, hogy így... Azt nem tudjátok, mi lesz az igazi flash. Le fogunk spalmolni, tehát hogy férfit fogunk választani, és nem lesz szakálla. Férfit fogunk választani, és nem lesz szakálla. Figyeljétek meg! Ez a Lucky Kill a legjobb. Ja, szerintem az a Lucky Kill a legjobb egyébként. Az mondjuk azért ez egy elég jó move. Sigurd, take the horse! Alright, wait here. Elméletileg holnap jelenik meg amúgy a Valhalla. Csak ugye nyilván már lehet streamelni az embargó alapján. Vagy nem! De elméletileg lehet. Ne, elméletileg lehet. Now it's my turn to offer you. Ki az a hülye, aki rátámad egy vikingre? Szerintem ők is vikingek, csak egy másik sár. Az hogy működik egyébként viking-viking között? Nem lehet kiválasztani, hogy nézzél ki. Nem is akarom, csak legyen szakállam. Lehetőleg jó. Oké, szeretném kiválasztani, hogy nézzél ki. De hogy ha a játék közben kialakul a szakáll, nekem az is jó. Többen is streamelik. Hát akkor együtt bukunk, ha bukunk. Nem. Te leszel a szakállam titkár? Életem egyik legjobb döntése egyébként, hogy nem tartok az asztalom mellett tömény szeszt. Csak mondom, totál árilét ide a kettő egymásra.
Ne, biztos vagyok benne, hogy lehet csinálni egyébként. Biztos vagyok benne. Nézzétek, a ló! Nem ő, a másik. Nem is, a, nem is a ló. Ezek a halálát, lehet, hogy akartam, hogy ez a kétszer. A sasok, jönnek a sasok! Gyilkos játék a rossz viccek után? Én a gyilkosság nem is életre gondoltam, hogy a rossz viccek után, de nyilván a gyilkos játéknak is a rossz viccek van között. Amik is színi-színi gyilkos játék. Na, most, hogy megnéztük kétszer, hogy meghaladó és a főhős, azt hiszem fel vagyunk készülve erre a játékra. Szevasztok, végre lesz időm, időben itt lenni streamen. Ma 11 nap forgatás töröltek a bejelentés után, nem sokkal. Nagyon sajnálom. Oké, ez az effekt, ez mondjuk elég menő. Vibrál a srác, valami nem jó. Vikingek összetartanak, nem támadják egymást, rivalizálnak egymással, de nem támadnak egymásra. Ha baj van, segítik egymást. Én így tanultam annak idején. Ezért Assassin's Creed. Maradjunk ennyiben, jó? Ez egy Assassin's Creed. De jó, neked csokit ehetsz, én meg kövér vagyok és éhes. Megyek sírni. Én is kövér vagyok, csak eszem csokit. Alright, I'll lock it in and push ahead to a time where these streams are more synchronized. Szakál! Áldozatunk nem volt hiába való! How long have you been chasing me, Wolfkist? 17 winters? Oh, yes! 18. Do I now haunt your dreams? Backseat elmondani, hogy lesz-e szakáll. Jaj. Ne haragudj, Szefi, hogy előtted ettem csokoládét, és ezzel szomorúvá tettelek. Ez valószínűleg nem vigasztott, de nagyon finom volt. És van még. Few things would please me more than to kill with this blade. But I know you would defy me to the death. Fighting for a glorious end. That I will not allow. Jó, hát nem én tehetek róla, hogy értitek, hogy van. Milyen csoki? Mercy. Kék. Nem tudom, miért kék. Tejcsokoládé különlegesség. Humiliated. Your death will be a lonely one. Kill the rest of his crew. Mezzeg, mézestel nincs. Egyébként ittam tegnap. Ava Wolfkist is no more. That name is dead to this world. You will be worth your weight in silver. To the ship. Hogy átdobta? And I take your eyes, you hear me? Pisztácia, kifogyott csokoládé nem is volt. Nézzel, hogy állok? Szerintem van még egy bontatlan üvegünk, de ebben most nem vagyok száz, ha nincs, akkor rosszul. Ha van, akkor jó. Ha nincs, akkor kabum! Azt a tigris bukvencet nézték! Eltalált a térdében áll! Beesett a vasketrecbe! Kellően brutális az ábrázolás, de nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt. Veszélyben van a csipet csapat.
Megyünk megkérdezni tőlük, hogy olyan kis hangulatos ez a havastáj. Szeretném, hogy legyen idén hó, de nem lesz idén hó, ugye? Nem lesz, nyilván nem lesz idén hó, hogy lenne hó. Szóval szeretném, hogy legyen hó. Ó, kaja. Jep, majdnem itt hagytam a kaját. Idén esélyes a hó, azt miért? Hogy működik ez? Hogy esélyes? A hó is elmarad a koronavírus miatt. Ez még logikus. Okay. Abszolút. Én se jönnék hóként, hogyha koronavírus. Mondják, hogy lesz. Annyira szeretnék havat. Enough food was collected to create a hut. Oké. Okay. V. What do you see? Másik V. Raven not available. Oké, ez jól néz ki. Oké, betűk. Szeretnék havat egyébként. Én nagyon-nagyon szeretem a havat. Nagyon-nagyon. Deku, szeretném jelezni, hogy olvastam, amit írtál. És szeretném, ha soha többet nem beszélnénk arra, hogy mi történt. Lehetne az, hogy a Ferjegy út felétek eső részén essen a mi oldalunkon, meg nem. Aha, ja, a patakparton is esik, meg a Mátrában, akkor így részemről, aha, ja. Pillanatra elbizonyítottam, álltam és néztem, jó, azért szép. Meg is, ahogy most így süti a fény, azért ez nem csúnya, no. Ref is szeretne havat. Jó, akkor Ref, arra kéne figyelni, hogy a Ferihegyi út / Pesti út azon oldalán lakjál, amelyiken én. Innentől mérjük a hóesést. Az összes többi az... Azt hittétek, nem mászunk tornyot? De mászunk tornyot. Mindenki nyugodjon meg, másszunk tornyon. Zana, köszönöm szépen az újabb csírt. Nem mert hegyet mászunk. Torony ez! Torony ez csak hegynek néz ki. Na, toljad neki. Pécsen is essék hó. Jó sok. Oké, ez egyre nehezebb. Azért ez már nehezebb. Ez volt! Mi lenne, ha csak a ti házatok felett este, meg a Mátrában, meg Pécsen? Elég hosszúan. Completed. Jó, hol van a szénabálám? Ó, oh, nem szénabálám van, vizem van. Nem fordult meg? Milyen amatőr leap of fate volt ez? Hát hol volt a valid leap of fate-em? Vagy a vikingek nem szaltóznak? Nem, de megfagynak. Ez itt bizony fagyhalál, fiú. Mármint, hogy nem azt, nem akarlak megijeszteni véletlenül sem, de hogy... Voltak már emberek, akik hasonló szituációban meghaltak. One of Kjotve's men. I need to be careful. Zunin, guide me. Egy pillanat, hogy rájövök, hogy tudok tegelni. Removal marker. Place marker. A ház mellett van, fiú. Old meg. Mert ne old meg, hanem old meg. Jó, mit keresünk? Find and rescue. Jó, oké. Hát megtaláljuk a haver arcokat. Ez egy viking, ezek nem fagynak meg ettől. Ó, mondjuk egyébként ez reális. Ja, ez okés. Ez egy olyan érv, amire nem voltam felkészülve. Úgyhogy, ja, ez részemről elfogadható. Szia, Scuderia videó, vagy hogy ejted a neved? De hogy hello, az a lényeg. Fűti a sör? Nem, a sör gondolata fűti. Jelenleg sajnos sörünk nincs. Viszont gondolunk a sörre.
ami majdnem olyan, mintha lenne sörünk. Ami amúgy nem fűt nagyon jól, mert hogy hideg. Azt kell mondjam, srácok, hogy ezek itt vannak. Szerintetek be tudok menni el? Tudsz te lejjebb vagy feljebb menni? Nem? Nem látom pontosan, mit szeretne tőlem a játék, hogy őszinte legyek. De hát ez az én abszolút fogyatékosságom. Mit szeretnél, viking galamb? Ezek nem melegítve itták a sört? Ah, mint az állatok? Mármint, hogy... de lehet. Ennyi? Megtaláltuk? És akkor most ilyen rész, az, hogy ide szaladunk, azt agyonverünk mindenkit, ugye? Ja, biztos vagyok benne, hogy itt lesz. Nagyon jó. Ez nem holló? Hát viking galamb. A zöldhöz. A zöldhöz, fiú. Oda megyünk. Most megkívántam egy jó csokis sört. Végül is? Oh, hello, Dogó. Te is velem vagy? Nem, fogadjunk, hogy te az a fajta vagy, aki inkább eltörni a nyakam, de béna ezért nem töri el a nyakam. Wow! Emlékeztek, amikor panaszkodtak az emberek, hogy túl kevés az állat az erdőben? Na, azóta mindenhol állatok vannak az erdőben. Mindenhol is állatok vannak az erdőben. Tudunk lőni? Ja, tudunk. Fullba tudjuk tolni a stealth vikingelést. De sajnos vikingek vagyunk, azok meg ugye nem tolják fullba a stealth-et, szóval... Kjotves warriors. I should stay out of sight. Yes. You should. But you won't. Lehet, hogy kontrollerrel kéne játszani. Hol vannak a harcosok, akiktől nem kéne, hogy... Oh. They will attack on sight here. Erre szoktam én játszani az AC-kat, nem? Carry? De hogy is csak lootolt ki, hagyd itt a véres hullájukat. Na, dobjad el, de nagyon gyorsan. Az ég egyet a világon, az, loot. Ezért jöttem. No, no carry, loot. Only loot, no carry. Persze, mert pudding módban játszol. Te játszol pudding módban! Meg kell még jönni a kontrollert? Mi az, hogy pudding mód? Ez a legnehezebb alatt van egyel! A legnehezebb alatt minden pudding mód? Tessék! Tessék, aztán most már többet ne halljam ezt! Ne, most már aztán több szavatokat se halljam. Mindenki szépen kapja össze magát. Lolz. Most jól visszatölt, remélem nem. A clash of iron. There's fighting nearby. Mi szeretnél? Ó, lehet, hogy ez az emberünk. Az lehet, hogy az emberünk. You live. I do. Slipped away in the sword clash. And what of you? Kyotwe tried to sell me off. A
mistake he will regret. Not today he won't. I saw him board a ship at Davos Nest not long ago. Sailed east. Mi bajod van Pepe neked is a csokimmal? There must still be time to save our men. I will find them. You ready the longship? Akkor ez most Yorkshire puding? Ez semmilyen puding! Fel van rakva minden a legnehezebbre! I could storm the beach then. Slay 2 dozen men, seize our dragon boat and hoist the sail in triumph. Up to you. No, no, I will take the beach. A far more dangerous path. You search the longhouse for our crew. Oh, and here. This corpse will not have need of it. Go. I will meet you by the ship. Van siedünk. Magyaros csoki amúgy is nagyon finom. De ezt már mondtam és nem szabad elmondani többet, mert Szefi már így is rossz kedvű. És nem szeretnénk, hogy rossz kedvű legyen. Úgyhogy igazából én már csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon finom és van még. Ennyit szerettem volna mondani. Semmi többet. Na, gyertek srácok, innen hátulról indulunk, mert ez innen sneaky. Mert ugye nyilvánvalóan master assassinok vagyunk, mint azt olvashattuk a videójátékban. Ne feszeges, mert még a végén elmegyek érte. Ide figyelj, Predrog! Neked aztán most már legyen elég. Oh. Lik. The longhouse. My crew should be inside. Jó, be lehet menni az összes házba. Na, van-e kajátok, fiúk? Van-e pénzetek? Elsősorban van-e pénzetek? Loot, loot, loot. Looty, looty, loot. Loot, loot, loot. Halló? Hol van mindenki? Mennyi fátok van? Fűtenétek-e vele? Ó, háztetőkre kell. kerítés, whatever. Nem, ez egy lyuk a kerítésen. Rés a pajzs. Menjél be. Hát, ha van itt is lootolni való. Nem azt mondom, hogy tudtam. De tudtam. Rationszár full. Szánalom. Patetik. Nincs elég helyünk, ahova eltehetjük a mindent is. There should be an opening in the roof. Hol a hulla? Nem azt akarod felvenni? A nyilvesszőt nem akarod visszavenni? 2 embert hagytatok itt? Ó, apropó! Jajajaj, mi csapattársakért jöttünk. Hogy felejthettétek el, srácok? Csapattársakért jöttünk. Egy pillanatra nem figyelek rátok, aztán mentek lootolni ahelyett, hogy... Mert mint hogy ahelyett, hogy mennétek kiszabadítani a csapattársaitokat. Na, hogy szeretnéd, hogy a tetőre menjek. Jó, értem a célzást. Már most nincs hely az inventoridban? Nem, már most nincs, és az a helyzet, hogy még 2 métert se tettem meg. Tetsz a kötél? Ez egy ismerős játékmechanika! És itt fönt be is mászunk. Olyan, mint ez a ház, mint egy fordított hajó. Mert mint ha fogtak volna egy hajót, kipattintották volna, megfordították volna, és aláraktak volna falakat. Nyilvánvalóan tudom, hogy ez nagyon nehéz, de hogy... Nagyon asszaszínos ez a mozgás. Squirm like that, and my axe will miss your neck. Unpleasant for both of us. Time to die. I want to make a mess of it, Bakraut. Nem engedte, hogy... Nem engedte, hogy leijászkodjam. Szerettem volna leijászkodni, de helyett inkább... inkább a whatever történik, mert miért nem. A loot mindenek felett áll, ha jól tudom, így van. Emlékeztek, amikor lopakodni próbáltunk? Not anymore.
Most jön a minigános rész, amikor azt mondja a küldetés, hogy a lopakodás opcionális. És ti erre azt mondjátok, hogy az jó hír. És lelőttök mindenkit. Kneel, Wolfkist, and I will spare your life. Shut your hole and fight! Die, you sack of shit! Elfogyott. That's a shame. That's a real shame. Oké! Okay. Én kérek elnézést! Belefér még egy harmadik? Negyedik? Na, no, no, nem negyedik. Értem, nincs negyedik. Loot. A fehér az a HP-nk? Ja, az nagyon a HP-nknek tűnik. Hello. Hát fiam, téged nem az eszedért szeret a csapatod? Remélem. Hát ez benne maradtam. Oké. Okay. Ó, kalapácsa van! Akarok kalapácsot! Jó, szeretnék. Szeretnék kalapácsot! Nézzétek, mi baja van szegénynek. Két részeg a szoba két különböző pontján. Nagyjából úgy verekszünk. Jó, Perry! Átütő sikere volt ennek a Perrynek, azt kell, hogy mondjam. Oh! Azt így láttátok? Így tong, és oh, salátává ütött gyakorlatilag azonnal! Toing! Azt így lementem, s- igen, van egy új emótánk, csak mondom, most, most például pont tökéletesen lett használva. Kneel, Wolfkist, and I will spare your life. Shut your hole and fight! Die, you sack of shit! Tanki vagyok. You bleeding dunghill! Azt láttátok. Hú, boy. Jajajajajaj. Az ott a HP-nk volt! Már nem a HP-nk, hanem most már csak a hiánya. De bizonyára megtanulunk majd... nem csak dodzsolni, hanem megtanulunk... Ott a kalapács! Gyerünk! Meg kéne látnom, hogy mikor kell pontosan perizni? Van valami, ami pontosan egy adott... Ó, nem, nyomogatni kell, srácok, nyomogatni kell. Mert hogy többet kell kiperizni, és az előbb az volt, hogy azt hittem, hogy egyel perizek. Hogy, hogyan? Hogy? Shield? Mi? Egy pillanat. Elkippelnem kell... egy shieldet. Nem is ez? Jobb klik, nem is az.
Té. Oké, valaki segíthet, ha tudja a választ. Tap! Tap. Inventory. Shield. No shield. Oké. Csukja. Shield. Nagyon jó. Már meg is van. De hála az égnek, jól nevetéként a srác. Na gyere. Gyere, folytassuk. Hogy remeg? Hú, nagyon dühös. Nézzétek, hogy remeg. And I will spare your life. Shut your hole and fight. Die, you sack of shit. Nem tervezem megtanulni, amit meg kell tanulni. Ott maradsz, fiú. Ott maradsz. Ne, kibagolt, nem jó! There goes the win streak! Jaj! Ez az, beakasztjuk a falba! Sose tanulunk meg shield-el harcolni, srácok. Sose tanulunk meg shield-el harcolni. Jaj, sose tanulunk meg shield-el harcolni. Nem baj, mi leszünk majd a shield-telen vikingek. Kapor, nagyon szépen köszönöm a donation. Tudom, hogy ez MC alatt kellett volna kérdezni, csak nem jutott eszembe, mit gondolsz a Mandalorian új évadáról? Nekem eddig tökre tetszik egyébként. Most ebben tényleg nem fogjuk alaposan átbeszélni ebben a streamben, de én nagyon élvezem egyelőre. Nézzétek azt a szakállat. Na! Ezért megérte! Anti-shield viking lul! Such voodoo, much wow. Yeah. Én kérdeztem Önci alatt, csak elsiklott mellette. Ne haragudj, Ati, nem láttam. De hogy majd átbeszélgetjük most. Alapvetően ugye nyilván... Még... Hát mondjuk ennél többet, mert nem szoktunk várni, egy hétvégén is szoktunk várni. What? Oh, yes, of course. Oh, hi. Azon gondolkoztam, hogy szeretnéd, ha ezt elvágnám? Hát ezt nem animálták túl. Mármint, hogy... Ó, és itt van mindenki más! Sziasztok, srácok! Örülök, hogy kék a ruhátok, mert így könnyű felismerni, hogy velem vagytok. If you can breathe, you can fight. Na, ekvipeljünk egy pajzsot, nem lehet olyan nehéz használni. Szóval, ezt valószínűleg el kellett volna olvasni. Oké, valószínűleg el kellett volna olvasni. Ne, két fokos jobb, mint egy fokos. Úgy, jaja, nyilvánvalóan. Két fokos jobb, mint egy shield. Na, ki akart shieldet használni? Senki, ugye? Végre kaptál armort. Kaptam armort? Kinek kell armor? Nekem kell armor! Hol az armor? Let me go! Let me go! Hol az armor? Jó, mindegy, tártalan. Nem vehetem most fel az armort.
Úgyhogy egy megoldás maradt, nagyon gyorsan kattingatni. Ez a terv, srácok. Nem sikerült. Nem sikerült. Nem sikerült elég gyorsan kattingatni. A harc közben sajnos nem lehet felvenni. Most felvesszük, jó? Csak DPS, nem kell armor. More damage, no armor. Az armor a gyengéknek való. Lehet, hogy nem vált be a két fokos. Dehogy nem. Nem vált be a két fokos. Na, armor. Yes, 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 thank you, thank you. Az előbb se olvastuk el, most se fogjuk. Tiketi klik. Nagyszerű. Armor. Nézzétek azt a mindeneteket neki, hát... Lol, hát mennyit véd. Gondolom. Van csukjám, és azt is felveszem, mert attól majd menőbbnek tűnök, van ilyen alkar dolgom, és azt is felveszem. Mi az, amit nem vettem még föl? Téli csizmámat. Felvettem a téli csizmát, úgyhogy nem fogunk megfázni, miközben azok a gyerekek nagyon vernek minket. Nincs több nyilvessző. Oké, kezdünk nagyon kimenni. Oké, kezdünk nagyon kimenni. Értem a célzás videójáték. Engedjük inkább őket be. Itt meleg van. Harcoljunk inkább. Így, nagyon jó. Már be is jön. Látjátok, ők is fáznak, mi is fázunk. Legyen ez mindenkinek egy kellemes élmény. Ha kellemes élményét tesszük, akkor amikor ez az egész hatacáré véget ér, akkor sokkal könnyebben fogjuk, szerintem most a csapattársaimat ütöm elsősorban, de ki vagyok én, hogy... Oké, most futi. Sokkal könnyebb lesz majd újraépíteni a világot. What the hell? Holy guacamole, mi volt az? Loot. Looty looty. Gyere te is ide. Szerintem ezekkel már nem építünk új birodalmat. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de nekem úgy tűnik, hogy ezekkel már nem építünk új birodalmat. Kicsit szomorú egyébként. Vegyünk. Oh, loot. Kéken világít a loot. Egyé. Ne egyé. Hi. Arra gondoltam, hogy mi lenne, ha nem molesztálnád a barátaimat. Thank you. Nagyszerű, mehetünk! Gyújtsátok fel az egész falut. Ha ez egyáltalán falu. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy gyújtsátok fel, akármi is ez. Nem kell. Szedjetek kaját, pénzt, házakat gyújtsuk fel. Isten, vikingek vagytok, vagy mi van? De nekem kelljen már mondanom. Hát... Oda mész a házhoz, az felgyújtod! Ott a fákja, ott a ház! Mindenki ilyen csóró, hogy alig van valakinél cucc? Hát, ezek a vikingek nem... Érted? Tehát ezek nem a gazdag vikingek. Ez a slep. A hátrahagyott viking. Oké. Mondta Viktor, majd elment a fákja mellett. Jó? Engem nem enged a játék, de hogy ők... Ez mi volt? Az kerültél tényleg? De ott, azok ott hátul ellenek? Ti ellenem vagytok, vagy velem? Ti velem? Ti ellenem vagytok, vagy velem? Velem? Itt mindenki velem van. Tudjátok, mit szeretnék? Ilyen böszme nagy kétkezes, ilyen nagy bárdot. Olyat szeretnék igazából. Nem is két kicsit, hanem ilyen egy nagyot. Az szerintem az sokkal menőbb lenne. Jó van, slep! Megyünk!
Vajon miért csak enemi horcsisakon? Hát a barátainkat most szabadítottuk ki. Az ilyen Assassin's Creed játékmanikákat mindig öröm látni. Tehát az irányba végig futni a kerítésen. Snow út? Miért létezel te ház? Ha nincsen loot? Stretch your wings, Sunan. Az, ami ott sárga, az ott loot? Én elvenném a sisakjukat, ha lehetne. Olyan, nem. Jó, oda visszamegyünk, mert az... Érted? Azért mégiscsak világít. Jó, azt hittétek, már megyünk. Alapvetően igazatok lehetett volna, de nem megyünk. Viktor, ez nem Tarkov. Először is. Ki vagy te, hogy azt megmondhassad? Másodszor pedig de. Ja, érezték ők, hogy még nem megyünk, hát nem lootoltuk ki még a legdrágább helyet. Nonsense. Arra nem készülnek, hogy mi vagyunk a házmászó vikingek. Fogadjunk, hogy a tetőablakot nem lokkoltátok? Mert nincs. Remek. Taktikus döntés. De elég taktikus döntése. Mekkora chest? Hát ez nagyobb, mint én vagyok. Karboningot. Jó. Tételezzük fel, hogy jó. Szóval, a taktikus arcok egyébként bezártak mindkét ajtót, de sajnos hagytak egy ablakot. Ami egyébként nyilván teljesen érthető, mindenkivel előfordul, hogy hagyd véletlenül ablakot olyan helyen. Igen, oda, igen, oda, jap, nem, nem, nagyon jó. Igen, irányba megyünk. Jó, hát a hátsó ablak, ki ne felejteni el néha bezárni az ablakot. Jó, de attól, mert van neled egy balta, még nem esel neki, hogy lecsopoljál egy egészen izét. Bár egyébként csop-csop. Csop-csop. Azt ti... Kik vagytok és... Honnan... Honnan kerültetek ti ide? Szerintetek látnak? Ha látnak, jól titkolják. Nem, szerintem ezek nem látnak. Csop-csop! Ő mondta, hogy álljanak készen a többiek mindenre. Szerintem nem zavarja össze őket eléggé azt, hogy ahogy dodzsolgatok. Meg ne lőjél még egyszer, meghalok! Hát really, dude? Ó, ez nem az, de az! Nagyon jó! Az van, hogy egyébként elég nagyot ütnek. Tehát, hogy így amikor így mint egy kapunk damage-et, olyankor így emlékeztet rá a játék, hogy így... A HP-nk elpárol. Ne az ajtótól kezdj. Nagyon jó. Nem az ajtótól kezdett. Az van, hogy rossz ajtón mentem kifele. Tehát, hogy nem ugyanazon az ajtón mentem kifele, mint amelyik ajtón gondoltam, hogy megyek kifele. Ez volt a taktikai hiba. Pont ugyanannyira örülök most is, mint az előbb. Halvány elképzelésem is mire való, de ez legyen a nem én problémám. Is lehet? Na hol a hajó? Ott a hajó. Megkerüljük az íjász népeket. Ah, de lehet, hogy az loot.
Nem csak gaz. Nem akarunk vissza... Nem, a másik nagy sárga dologért nem akarunk visszamenni. Well collected, one per hood. Oké, okay, vissza akarunk menni a másikért? Milyen messzire kell ottan menni? Nem, ide biztos, biztos, hogy majd vissza tudunk még jönni. Meg amúgy is, ez egy másik vidéken van. Oda a hajó kéne. Hajó. No, no, hajó, no. No, no, hajó. A mellettes. Szerintem tudja, hogy hol vagyok. Szerintem ő nem. Nézzétek, milyen jó lenne, ha lenne nyilvesszünk. De nincs. Oké, vissza kéne mennünk azért a sárgáért. Szerintetek vissza kéne mennünk? Csak 550 méter, az nem olyan sok. Oké, elég sok. Jó, elég soknak tűnik. Oké, nem megyek vissza. Lol. Ennyit a gazdagság nem ér. Megyek a hajóhoz, aztán pimpelek elfele. Hát majd leszünk máshogy gazdagok. Tisztítunk vizet vagy valami. Termelünk áramot. Azt hallottam, a vikingek azt szeretik. Lehet valami játék elején jó pő cuccot kapsz. Ja, gondolom. Ó, ezek nem azok a hajók. Nyilván van egy őr. Hello! Oké, megvan még a két balta. Visszamennél létsz, hogy tudjam, hogy mi az, és ha játszom, nekem nem kell. Te vedd fel az elején, na. Te legyél egy kicsit okosabb, mint én, ami nem annyira nagyon nehéz. És akkor jól fog majd menni. Jack, Braggy, grab your oars. The whale road leads us home. Gods, it's about time. Stop yapping and start rowing. Én itt utazom. Azért utazom elsősorban, mert nem tudok más. Én itt utazom, srácok. Ők hogy jöttek át az őrökön? Először is gyorsan, valószínűleg. Oké, várjatok. Mi van, ha megkerüljük? Mi van, ha megkerüljük? Megkerüljük. Na, nem akartok, nem tudom, énekelni? Vagy valami ilyesmi? Let the sail out! Nem, nem akartok énekelni. Én szeretném, ha énekelnétek. Miben lenne, hogy énekeljetek nekem? Anything to say for the mess you led us to? We suffered no losses in this fight, and the men who humiliated us are dead. What is there to say? Oh, something like, I was stupid, selfish, reckless, blind, bone-headed, and I smell like blood and shit. I like my version better. Jövök pénz, ne aggódj, felszed. Szerintetek itt lehet úszni? Szerintetek akarunk mi itt úszni? Megy az ajó rendesen. Ja, persze egyébként, mert alul izék. Ő fekszenek a vikingek a vízvonal alatt és taposnak. Tehát, hogy nem, nem az evezés, nem a vitorla, nem, nem a taposó vikingek. Na, srácok, itt van egy kis dolgom még, ami totál nem kapcsolódik a gazdagsághoz, mint olyanhoz. Majd mindjárt jövök.
Be, ez nem sikerült, de... Oké, akkor beugrunk ide a csodálatos bálna mellé. No. Engedd el. Engedd el. Too cold. My blood freezes. Tudom. Kimászunk ide a jégre, ott majd sokkal jobb lesz. Na, szerintetek... Fel, ha mondom, rontom, bontom. Hogy ne tudna felmászni, persze. Azt hittétek majd, hogy nem. Oké, én egy kicsit még mindig azt hiszem, hogy nem. Mindig alulbecsülöm ennek az embernek a képességeit. Az a helyzet, hogyha látok egy függőleges falat, vagy azt csak el kéne kezdeni rajta rohanni fölfele. Az ég egyet a világon nem kéne azzal foglalkozni, hogy... Jövesszük. Az ég egyet a világon nem kéne azzal foglalkozni, hogy mit tud megmászni és mit nem. Megtudja. A válasz az, hogy megtudja. Lehet, hogy nem hisz magában, mint például most nem hisz magában, de teljesen biztos vagyok benne, hogy meg tudja mászni. Létre. Hogy érjük el ezt a létre? Hiá! No. Oda. Ott látom a... Látom a repedést, látom a szemed sarkába, hogy te is szeretnéd. Mi tarthatja azt a létrát? Jó, már száll-e felé? Nyilván mi tarthatná a létrát? Nyilván mi tarthatná a létrát? Azt kicipelte fel ezt ide? És minek? Lehet, hogy a jég később érkezett. Ő cipelte föl, szerintem. És aztán rájött, hogy mekkora hiba volt. És inkább halálra fagyott. Hol a hajó? Adtam volna kicsit közelebb. Oké, lehet, hogy nem kellett volna közelebb állni. Fel. Hogy messze kifelé. Hoztál, már mehetünk is. Nem tudom, hova megyünk, de megyünk. Na, összeszedtük, srácok! Összeszedtük, vagy nem szedtük össze? Összeszedtük, gazdagabbak lettünk. Fű, az nincs közel. Ez nem... Velem, ez biztos, hogy nem az egész térkép. Ez valószínűleg csak valamilyen kis vikinges rész. És aztán meg majd megyünk, azt Angliát gyújtogatjuk, meg ilyenek. De én nyomom az R-t. Az előbb is, amikor írtátok, akkor is nyomtam. És nem kezdenek el ettől énekelni. Lehet, hogy meg vannak illetődve. Én biztos meglennék. Mert ők nem akkor, ha ekkora marcon arc lennék. Van értelme annak, amerre megyünk? Van. Hát ez fura, pedig írja is, amikor beszélsz a hajóba. Holder, holdolom is az R-t. Lehet, hogy... Várjatok, lehet, hogy nem... Bring the sail in. Nem ilyenkor sem. Csá! Szerintem ők nem. Ők nem szeretnének. Na megérte, kövér lút volt? Hát egy olyan dolog, ami volt a másikban is. Úgyhogy nem mondanám, hogy szuper kövér volt, de végül is igen. Verd össze-vissza a bilincset és meg lesz. Végül is igen. Lehet, nem tudnak még dalokat. Lehet, hogy majd útközben kapjuk el a dalokat. És így meg kell majd találni a dalokat,
és aztán szombat délutánonként, meg vasárnap délelőttönként szervezünk kórust, és aztán a kórussal együtt megtanuljuk a dalokat. Én teljesen biztos vagyok benne, hogy ennek így kéne működnie. Szombat délután, vasárnap délelőtt mindenki süt valamit, és együtt elvajszoljuk, és közben megtanuljuk az énekeket. Én teljesen biztos vagyok benne egyébként, hogy ez így, ez csak és kizárólag így működhet, sehogy máshogy. Akárki, akármit most látszok, ne higgyetek neki. Én tudom az igazságot, ez így működik. Eivor, look! Someone is setting up an outpost on that island. Kjotva's men, gnawing at any piece of open land like dogs worrying a bone. Even with you half in the grave, we could easily take them. Erről szól a játék. Jó, szedjük össze. Állj! Az osztasztán minek a koponyája? Mert mint nyilván tudom, hogy egy fura bánáé, de hogy érti. Jó, jövök mindjárt, srácok. Hozok gazdagságot, meg dolgok. Tudom, hozok gazdagságot, nagyon messzinek tűnik. Jó, egy kis gazdagságot hozok. Egy kis gazdagságot. Nem sok, csak kicsi. Tegnap vidékre hazafel autópályán lerobbant az autó. Egy pár másodpercet tűzütött ki a motorházban. Az előbb hívtak... What? Az előbb hívtak, hogy motort kell cserélni, úgyhogy megfejelték az amúgy is csodás napom. Legalább téged tudnak nézni. Jaj, nagyon-nagyon sajnálom, és remélem, hogy sikerül mindent megoldani jól. Lopok neked egy kis pénzt, na. Ezen ne aggódjál. Jó helyről. Szerintetek itt felmegy? Azt hittétek, nem mi? Hát ez nem így van. Ez itt a veltesházikon? Ez lenne az a ház, amit szeretnének, ha nem rabolnék ki? Hát akkor nem kellett volna felrakni a térképre. No, ez nem az a ház. Alattunk van a dolog. Honnan lehet vajon bemenni alá? Jó, menjünk tovább a sztorival, mert ez nem az, amit keresünk, de hogy amúgy... Ó, honnan lehetne bemenni? Hát nem a sziklafal felől, ha esetleg valakinek logikus lett volna. A nagy viking mindent is elvisz, ami nincs lebetonozva. És a beton még nincs feltalálva. Szóval... csak mondanám, hogy a beton még nincs feltalálva, szóval viszek mindent is. Hi! Arra gondoltam, hogy inkább nem lopok most mégsem. Menjünk. Majd lopok együtt később. Lopunk együtt később. Tudtak titolatni, azért van nevezőnk. Pip, 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 pip. Szia Vivi! Ismét itt, otthon, whatever, hello. Sail! Jó, majd visszajövünk, abszolút jó szándékkal. Ah, palacsinta. Nagyon sokatoknak nem volt jó a mai nap. Nagyon-nagyon sajnálom, srácok. Tényleg, nagyon-nagyon sajnálom. Remélem, hogy a holnapi jobb lesz. Kjotva will come for us now. Harder and stronger than before. No surprise there. This war has spun on for three generations. I hardly expect him to relent. Ez mitől ilyen gyors? Hát, ja. A kérdés abszolút reális. Ez még mindig nem az, ahova tartunk. Raid. Majd jövünk. Majd raidelünk. Addig ne csináljatok semmi meggondolatlan bázisfejlesztést. Hát ez ilyen gyors. Hát most nézzétek. Hát miért ne lenne ilyen gyors? Az emberek bent ülnek, szeretnének hazamenni, a hajó tudja, hogy ez így van.
Szóval ilyen... Azt ott is vagyunk. Fú, a Pulitronnak a Blue csatornája. A jó Minecraft streamek a Pulitron Blue csatornája. Jó irányba megyünk? Jó irányba megyünk, de itt majd kell dobnunk egy éles jobbost. Autóhat a Carbon Farm? Amint engedi a videójáték, de szerintem ez nem így fog működni, sajnos. Is that not something you worry over? I worry only that our king will not see that I'm right, until it's too late. What about Sigurd? What would he say? If Sigurd were here, he would be sitting beside you, wiping the blood from his axe. Jaj, de szomorú. De valamúgy nem csatorna fontos igyonken. Mai nekem sem volt ez igazi, a kolléganő covidos lett és elmegy beteg állományba. Így rengeteg plusz feladatom lesz. És még ma jöttek, hogy időre kell majd elkészíteni a dolgokat. Aj, ez ilyen az annyira rossz. Sajnos ez igen, ez ilyen nagyon nagy para, hogy a kieső emberek helyét pótolni az ilyenkor tök nehéz, hogy nagyon sokan esnek ki. Nekünk is van fejjel lefelé fordított házikónk. Hát ez mennyire jó hír. Azt hiszem. Szerintem itt lakunk. Ja, viszonylag biztos vagyok benne. Hát, ez majdnem sikerült. Jó, egy picit hátrébb tolattunk, az beállunk jól. Na, ezen nem újjon. Istenem, milyen hisztis itt mindenki. Csak azért, mert egy kicsit így nem úgy álltam meg, ahogy szerették volna. Olyan, mint a víz felszínén tök olajos lenne. Hold here! No, meggyűjtünk. Próbáljuk meg ezt megint. Ah, csak sikerült! Ez már nem kút, mi ez csak azért, mert van egy... Hi! We thought we had lost you, Eivor. For good this time. A warm welcome as always, Randvi. You look like reddened shit. What happened? Nothing to crow about, except to say the men who delayed us are dead. And how are you? Well enough, though I have spent many tiresome days calming the rages of our king. He is not happy with you. I expected as much. And what of Sigurd? Has he returned from his raids? My husband should be home today. The last we heard, he was approaching Stavanger. Good to hear. We have need of his courage. Sigurd will not save you from his father's wrath, Eivor. You should know that by now. Did your raid not go as planned? Haragszik ránk a király. They rarely go as planned. But we killed many of Chetwynd's warriors. Nem tudom, miért haragszik ránk a király, de haragszik ránk a király. And there was this. My father's axe among the dead. Ah. After so many years. You should take it to Gunnar. He will give it back its edge. A good idea. After I see our king. That I do not advise. Not yet. He is meeting with a messenger from the north. I can wait. Sokat mondott csend. Is something wrong? Seeing my father's axe after 17 winters, it... Sokat mondott csend. Szóval haragszik ránk a király. Azóta is ez a lényeg, és nyilván megérintett minket az, hogy megtaláltuk apánk baltáját. Memories of past agonies. Of sadness and pain. I should speak with Valka. She could help me make sense of my feelings. Take your time getting settled. I will see you at the longhouse. I think you have lost your edge, Eivor, just like that axe. Maybe Gunnar can help you with both. I will let you know. Ez a csávó nem szimpatikus. Nekem miért kell belebeszélned mindenbe? Úgy belelöklek a vízbe, hogy... Jó, mondjuk elég nagy darab vagy. Na mindegy. Szeretnő független emberek, kimentett meg, azt mondd meg nekem. Oké, skill pontok. Na nézzük, milyen skill pontjaink vannak. Questlog. Oké, roppant izgalmas. Skills. Fighting skill fejlesztés. Oké. Global power.
Mi leszünk az új Szovjetunió? Nem, valószínűleg nem ugyanazt jelenti nekem a Global Power, mint a játéknak. Higher the power, the more prepared you are for the challenges to come. Ez egyébként egész logikusnak tűnik. Oké, melyik irányba kezdünk? Stealth, range, melee. És range, és stealth. Jaj, legyünk erősebb fiúk. Hány pontot tudok még elosztani? Ezek nem skill pontok. Oké, ez most már skill pontba került. Szeretnék eljutni odáig, hogy kinyíljon. Mert hogy értitek, akkor lenne izgalmas. De hogy közben meg majd a többire is kell rakni dolgokat. Na mindegy. Valahogy ez soha nem fog kinyílni. Way of the Bear. Textúra. Bizó. Oké, csak hol volt. Mindegy, menjünk beszélgetni. Hogy ne persze. Gyorsan találjunk egy... Találjuk meg, hogy hol kell menni, aztán menjünk. Fast travel? Még fast travel-ölni is tudunk, mert most úgy, hogy még egyszer se gyalogoltam el odáig. Sit a while and play, friend. Is the king free to speak with me? He is still with the emissary from the north. I would wait a while longer. Understood. Még nem ér rá sajnos. Nem ér rá sajnos a király. Ez a nagy szituáció is, srácok. Na, keressük meg azt az arcot. Nem mondanám, hogy az FPS számom okés. Néha. Oh, hello, veled mi van? Te ki vagy? Practicing your wordplay, Alvis. Ah, Eivor. The only mouth in Midgard from which I fear mockery. You taught me the art of writing poetry, old friend. It is only natural that I surpass you soon. How about another lesson then? A quick flight. Right here, right now. What do you say? Let's try flighting. I always put a few coins nem tudom, mit csinálunk, de csinálunk valamit. Those who enjoy flighting have an equal fondness for betting. But today, we'll abstain. Let me begin. I'm ready. Okay, készen állunk. Key to match cadence and rhyme. Ajjaj, ez baj. It's as much about sound as it is about time. Rap battle? Igen, ez történik. Leviking rap battle-öljük. Micsoda? In flighting, it's key to match cadence and rhyme. It's as much about sound as it is about time. So be careful in choosing the words that you say. I'll recall what you taught ere I enter the fray. A fine answer. Perfect rhyme and a lovely cadence to match my line. Now, let us examine meaning. In flighting, you'll need to be cutting and keen. It's about wielding wit more than venting your spleen. If I tell you you're foolish and stupid and dull... Then I'll tell you you've nothing inside of your skull. Ah, a good response. I called you stupid and you... Van itt vajon rossz? Van, vannak rossz. Ne haragudj, nagyon koncentrálok. Mert hogy azt sem tudom pontosan, melyik mondatára kell ugye válaszolni. Last one. So go then and conquer the world with your wit. Go be clever, be quick, show your spirit and grit. I look eagerly forward to seeing how you fare. I
I will flight you with flourish and best you with flair. Perfect, yes. You could destroy me with such a line. Hát ez is a terv, hogy téged legyőzzünk. Azt nem tudom, hogy miről beszéltünk, de nagyon-nagyon figyeltem arra, hogy jók legyenek a válaszaim. Karizma level up! Nagyszerű, srácok! Most, hogy tudunk remekben beszélni, sokkal karizmatikusabbak lettünk, ami egyébként részemről tökre oké. Ezt pont így terveztem. Véletlenül sem bárhogy máshogy. Ez pontosan itt. Hello! Teljesen biztos vagyok benne, hogy te vagy az ember, aki meg tudnád élezni a baltámat. Rapviking? Mi vagyunk a rapvikingek? Rímelek nektek egyet, nem? Thunderclap of Thor. Is that your father's axe? I have not seen this beauty since, well, for some time. Te nem vagy okos ember, de csak éleszd ki a baltát, aztán jó lesz. One of my finest, I think. It has a blunted blade, but it swings well. Can you show me? Nagyon szépen köszönöm a szavot, nénén királyvel egy hónapja egy húzamban. Szép estét mindenkinek, neked is, és jó mulatást! I have one ingot left for the job. Are you sure? The fates have willed it so. But in future, bring your own metal ingots. I cannot forge them from empty air. Szóljunk neki, hogy vannak... vannak ingotjaink? Vagy ne szóljunk neki, hogy vannak ingotjaink? Szerintem nem kell. Jaja, szerintem nem kell neki szólni arról, hogy... Hogy ezt itt lehetne fejleszteni. Engedjük is el. What? Hogy kipimpelte már? Ja, a játék. Nem. Szerintem a játéknak is fura néha az... Ó, meg most volt is dobott... Volt dobott frémem. Ó, és tudok rárakni rúnát. Volt dobott frémem, de nem volt olyan vészes. De ez itt, ezek itt szaggatnak néha, nem is értem milyen. And how are you, Gunnar? Holding up? Yeah, work is good and my spirits are strong, but my nights are newly cold. My lady left me, if you have not heard. I had. Sorry to hear it. You were together how long? 5 weeks it was. 5 beautiful, passionate weeks. But all that is done. Will I never find my Brunhilde? Valkyries do not walk the world as they once did, Gunnar. Maybe set your sights a bit lower. Lower? My friend, look at my wares, my weapons. I'm not a man to settle for less than the finest of anything. 5 hete volt együtt a csajával. 5 hete. Értitek? 5 hete. Nem akarok leszólni senkit, de lehet, hogy 5 hét után még nem feltétlenül mondanám azt. That's all for now. Return anytime. Csak élezd a baltát és ne beszélj, kopasz. Szép. Hát hogy beszélsz így velük? Vagy vele, mert nem több eszem. Mire van ez állítva? Ultra high. Jó van, egyezzünk egy very high-ban, aztán menjél játszani a fiúkkal. What? Ahogy ez nem változtat semmit. Ó, ez az utolsó 30 másodperc volt. Yes, please. Yes, please. Szeretném restartolni a játékot, hogy apply-olhassam ezeket a dolgokat. Nekem is ultra high-on van. Nem vagy te olyan kövér egyébként, mint ahogy beállítod. Miről beszélsz? Szefande. Szegény szerelmes. Nem bántatod egyébként az... nem bántatod a kopasz kovácsot, csak azért, mert szerelmes. Most épp indul a videójáték, miatt valaki meglepődne. Még egyébként fut a háttérben a Photoshop, az nem feltétlenül szükséges. Yes, please.
Csak jó relativitási pontot kell választani, Szefi. Tomi, nem segítesz. Nem segítesz. Nem segítesz. Let me tell you that. Nem segítesz. Csak sikerült végül capture-ölni, amikor már nem volt több mandandója. Tominek ultra hája az. Tomi. Az a srác csupa izom. És szerintem képtelen hízni. De ebben nem vagyok teljesen biztos, de az alatt az x millió év alatt, ameddig ismertem, szerintem képtelen hízni. A videósok többnyire csak mellkasig látszanak, nem feltétlen kövérek, lehet a lábuk nehéz csak. És egyébként az is elképzelhető, hogy amúgy nem is létezünk. És csak ilyen animált dolog. Ja, nem akartam. Na, lány, bemeltek már beszélni a királlyal? They must be finished now. If you have any other business, it may be wise to do it now. Let him cool down. Yeah. I could speak to Volka first. Get this weight off my mind. The king is not going anywhere. Be tudok mászni az ablakon! Mindegy, de nem fogok. De be tudnék mászni! Persze, veled kockázok egyet. Ez teljesen biztos, hogy nem igaz. Olak, I'm interested. Na igen, így azért jobb most már így az FPS szám. Jó az a Very Giga Mega Ultra High, de hogy... De jó lesz ez nekünk így is. Alright then. Let us begin. Például a haja ugyanolyan fura, meg a szeme is. Arlog is a game where a two-player duel by... rolling dice and invoking god favors. The first player to reduce the health of the opponent to zero wins. Okay, szóval gondolom ezek a kövek itt az élete, és akkor gondolom azt kell lenullázni. Okay, akkor először is dobunk. Player roll their dice. Die faces have various effects like attack, defense or gain. Tokens used to invoke. Okay, ezek a fura dolgok. Ezek ilyen isteni segédletek, vagy ilyesmi. Az attack, meg a defense, az meg valószínűleg egy szépen kikántörölik. Tehát, hogy dobunk, mit tudom én, három attackot, ő dob kettő defense-t, akkor gondolom bemegy egy sebzés. Jó, nem lehet nehéz. Először is tippelünk arra, hogy mi kezdünk-e. Nagyon jó. Roll phase. Oké, szóval először is, amikor rolloljuk a kockát. Biztos, hogy te kockákat akarsz dobálni? Nem, de nem engednek be a királyhoz. Szóval egyébként addig akár dobálhatunk is kockákat, jó? Nem teljesen mindegy, hogy csak fázunk és kockákat dobálunk. At the beginning of each round, you and your opponent take turns roll dice. You can roll up to 3 times between each roll. You can choose which dice you want to keep and which you want to reroll. Oké, ez jó. Rollolnám a dice-okat. Oké, szóval van szerintem egy damage. Oké, block. Oké, de hogy csak speciális fajta damage. Tehát a sisak az levédi a fejszét, a nyilvesszőt levédi a shield. Ami azt jelenti, hogy most jelenleg... Jó, az a helyzet, hogy én ezzel tök okés vagyok. Én nem is akarok újat dobni. Ne, szerintem ez egy jó dobás volt. Confirm. Szerintem ez egy jó dobás volt. This will do. Oké.
Oké, tehát akkor ő sajnos többet lop tőlem ebből az isteni bal szerencséből. De nem, senki nem kap konkrétan ilyen isteni áldást. Úgyhogy most konkrétan ezek így ki is balanszolják egymást. Nem balanszolják ki egymást. What the hell? Miért lettek isteni áldásaink? Well, emlékeztek, amikor azt mondtam, hogy ez egy jó kör volt? Ez nem volt egy jó kör. Miből lett az isteni áldásunk? Oké, tehát akkor ő neki most van a... Ez ellen nincs védelme. Nekem az ellen van védelmem. Megtartjuk a lopós kezet. Megtartjuk ezt. És szerintem megyünk is tovább. Oké, akkor ő neki lett még egy halom lopós keze nyilvánvalóan. Nem is fogsz tudni ennyit lopni? Select a god favor. Aha, semmi, nincs elég tokenem. De hogy mindegyik god favor damage, szóval igazából mindegy. Ő jelenleg 4-et kap, te 0-át. Oké, Tommy, miért? Miért kapott? Ó, a keret! Ó, a keret miatt! A kockák kerete! Akkor most nem nyertünk? Hát ez egy dolog, hogy most nem nyertünk, de hogy nem is fogunk nyerni. Ne légy már idióta! Akkor légy idióta. Oké, nyilván megtartjuk a kereteseket. Oké, a keret. A keret akkor sokkal fontosabb, mint gondoltam. Jó, kéne valami védelem, mert ez itt kezdne annyira jó lenni. És ráadásul kerete is van, az elég jó. És okozhatunk igazából sebzést is, szóval az is jó. Jó lenne, ha ez a vége, ez egy izé lenne. Ez egy shield lenne. Ja, ennek most egy shieldnek kéne lennie, az lenne a legjobb. Ez nem egy shield, fiú. Oké, lopok, én is, lop ő is, és lesz egy halom. Én most kapok egy csomót. Ez a játék, ez jó! Már itt, hogy ez a játék, ez actually jó. Ne, nincs godfével. Oké, ez egy... Oh boy. Well, összességében nem állunk annyira rossz. Jobb lett volna, ha... Nem számít, hogy melyikünk lopott hamarabb. Én egy kicsit látom magam előtt egyébként, hogy ezt a játékot játszom. Megtartunk mindent, ami favor van, és aztán elkezdünk használni favoröket. That was pretty offensive. Ow! Armor! Oh god! Oh boy! Az nem jó! Nem, az ott nem jó. Használnom kellett volna favort. Mondjuk még így is egész jól állok egyébként. És most használnunk kell favort. Mindenféleképpen.
Tehát, hogy olyan nincs, hogy ebben a körben nem használunk fével-t. Fullba nyomja a srác az offenzet egyébként. Oké, okay, ez most nem számít. Most nem akarunk annyira... Igen, ez nem lesz jó. No. Oké, okay, akkor először is én dílelek neki 2 damage-et. Ő abból lekántöröl 1-et. Utána ő dílel nekem rengeteg damage-et. Oké, okay. Hány cuccunk van? That was calculated. You just got lucky. Another round. That was calculated. Ezt megnyertük, srácok. Az baj, ha én ebből szeretnék játszani még egyet. Már itt, hogy valószínűleg nem jutunk el sehova, de hogy... hogy választhatunk izét is. Oké, okay, választhatunk ilyen totem dolgot is. Vihetem mindet. Hát jó. Hát persze, nem tök mind lol. Én ebből akarok egy különálló játékot. Az a helyzet, hogy ez nem tűnik egy rossz játéknak. Oké, okay, szóval először is ezeket biztos, hogy megtartjuk még akkor is, ha alapvetően elég defenz a dolog. És szerintem a többit nem. Nem olyan benne 100%-ig biztos, hogy ez olyan nagyon jó taktika, amit csinálok. De hogy egyelőre nekem úgy tűnik. Neki van egy nyilvesszője, én azt már dodzsolom. Úgyhogy őszintén szóval itt igazán semmit nem kell megtartanunk. Fixen. És szerintem nem is tartunk meg semmit. Oké, okay, akkor ő most már viszi a nyilvesszőnket. Jó, de még így is marad némi damage-em rá. Azokat ki fogják ütni egymást. Ugye egyelőre még nem tudunk feltétlenül ebből semmit választani, mert ugye nincs elég pontunk. Később visszalopja azt, amit én elloptam tőle. Oké, okay, ebből most mi jöttünk ki rosszabbul? Nem mi jöttünk ki rosszabbul, mert véletlenül kiválasztottam valamit, amit elfelejtettem, hogy kiválasztottam. Hát fullba tolhatjuk az offense részemről. Ja, ez így elég offenzív. Mondjuk az a baj, hogy így látja ugye, hogy mit van, és akkor ki fogja választani a védelmet adó dolgokat. Bár nem választotta ki így sem. Súlyos hiba volt. Oké, okay, ő most nagyon sok mindent fog lopni tőlünk. Azt nem lenne rossz, ha abból vissza tudnánk lopni valamennyit. Nagyon jó, ezzel balanszoljuk is. Az ég egyet a világon nincsen semmi. De hát, ha lesz addigra. De nem is lett egyébként elegendő. Mert ugye nem számít az, hogy hány pontunk van. Azt számít, hogy a végén hány pontunk van. Úgyhogy most nem ment. Nem ment ki a támadás. Ebből esport lesz? Ja, ebből, na, pedig ez nem volt rossz. This will do.
I see. Gyilkosságra készülünk. Oké. Okay. Hát... Oké, okay, az 4. Ő nem fog tudni tőlem lopni, ami azt jelenti, hogy lesz 4-ünk. Úgyhogy meg fogjuk tudni... Ó, többet is tudtunk volna csinálni. Mit tud a másik voodoo baba? Védelmet. Azok ilyen védelmi értékek. Oké, okay, ezekkel a pici rábökésekkel így extrában egészen jól haladunk. Uff! Miért van az az érzés, hogy szét akarja verni a fejemet egy baltával? Olyan vikingesen. Oké, okay, szerintem próbálkozzunk meg még egyel. Oké, okay, mennyim van most? 1, 2, 3, 4 darabom van most. Ő nem fog tudni lopni, én fogok tudni lopni. Ő be fog dílálni nekem 3 damage-et. Igen, 3 damage-et. Én fogok tudni neki adni 1-et cserébe. Az ott nagyon sok, úgyhogy szerintem azt lehúzzuk. És aztán még lopunk tőle oh god. Ó, oh, nem azt húzza le, amit gondoltam. Nem, ez nem úgy működött, ahogy kellett volna. Ez nem úgy működött, ahogy akartam. A védelmét veszi le, és nem pedig az én sebzésemet veszi le. És rosszul emlékeztem rá. My bad, de ezt a kört most meg kell húznunk. Hány pöttyünk van? Jó, szerintem megtartok mindent. Ez egy egész jó dobásnak tűnt. Oké, okay, szóval. Kivesz egy sebzést. Egyetlen egy védelmét tudom kivenni, mert hogy nincs is több neki, szóval, hogy teljesen felesleges. Nekem van most összesen 1, 2, 3, 4 cuccom. Ahhoz jön még 3, az 7. Ő abból nem fog elvenni, a végén elveszek az 8. De hogy a végén elvétel, az nem tudom, hogy mikor történik pontosan. Mikor történik a végén való elvétel? Jó, próbáljunk meg nagyon offenzívba menni. De lehet, hogy meghalunk már mielőtt megtörténne a dolog. Oké, okay, a támadás a végén történik. Ah, ez is túlzottan kalkulétid volt! Ez is túlzottan közel volt az én ízlésemnek. That is enough Orlok for now. Na, elszállok most dolgba, srácok. Ne haragudjatok. Mindjárt. About dice.
Sit a while and play, friend. Can I interest you in a game of Orlok? I have not had to win all day. I must turn this around. Ez kifejezetten fun. Miért nem tünteti el a webkamera feedet vajon? Minden? Oké. Okay. You look like you know a thing or two about dice. Valami nem jó. Ajaj. Ajaj, elrontottam. Azt hiszem ez elrabolhatott. Can I interest you in a game of Orlok? Oké, valami nem jó. Na, menjünk beszélni most már királlyal, de most már aztán tényleg. Haló? Mert fel se dobod? Mi? Elment a király? Jó, csinálom a nem tudom micsodát, de hogy aztán most már tényleg beszélnék a királlyal. Na, miben segítetek, néne? Hogyne, persze, adjad! Adjad, iszom, hogyne! Nagyon fura! Levert a néni ivásban! De hála az égnek, több ivás kell hozzá! Nem vagyok ügyes! Meg ne boruljál nekem, jó ember! Be kell hoznunk a nőt! Hát ez nem így működik! Minket nem győznek le ivásban! Ó, legyőzött a néni! Jaj, ebből, ja, veressünk még egyet! Gyere, persze, hogy ne, ez fan volt! Ne, ne, nem mész sehova! Visszavágót követelek! Hey, Tekla! What is brewing? Hoppá, hogy kiúzanottam! Visszavágót követelek, srácok! Hát ez nem úgy működik! Nem vagy jó ivó. Nem, sajnos nem. Nem, a valóságban se egyébként. Estes? You going to start? Erős kezdés? Gyerünk, gyerünk, így ad! Nagyon közel van! Nagyon close! Ne! Megnyerhettük volna! Né!
ilyen gyorsan! Nem egészséges! Mead is my lifeblood. Yes! Jaj, az van, srácok, egyébként, hogy én lehet, hogy ki se kéne, hogy menjek ebből a faluból. Nem tudom, a játék többi része okése, de én itt el vagyok. Jaj, na, Rex! Ó, oh, hogy ez nem volt a küldetés része. Well, előfordul. Végén hányt egyet? Nem, megittam. Back for more. Jaj, nem. Yes. Csá, nem, no. What can you do for me? Nem. I'm done here. That's all for now. Return any time. Jaj, de már megint a beszédes kopasz. Hello, hi. Veled is hívós játékot játszunk? Hunting grounds. I could. But I don't want every iron foot with a bow scaring away the game. Szedelényi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a szavat, 5 hónapja egy húzamban, nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. A worthy challenge. I will see you soon. Hop, bocs. Arra megyünk. 535 méter? Hát ez nagyon sok. Hát ki a retek akarna felmászni oda? Mármint, hogy actually oda. Jó, mindegy, megyek. Persze, hogy ne. Tarkom, hogy bekerülhetne ez a kockás játék. Én ezt a kockás játékot éltem. Szerintem ez a kockás játék fun. Lehet, ez valakinek a hátsó kertje, de végülis mindegy. Szerintem szórakoztató volt. Vagy legalábbis nekem tetszik. Valamiért eltűnt a Suboverlay dolog. Milyen Suboverlayre gondolsz? Mert hogy nem ugrik fel az, hogyha valaki szabol? Ezek a gombok nem azok, annak nem tudom. Ami kiírja a nevet. Nem tudom, nem kéne eltűnnie. De lehet, hogy valami nem jó. Egy hétfő van, senkinek se volt jó napja, nekem egész jó napom volt leszámítva a 2 óra küzdelmet délelőtt. Én azon a véleményem vagyok, srácok, hogy szerintem belefér az, hogy ez most nem menjen. Na, én hiszek benned, fiúk. Kérdés az, hogy te hiszel a magadban. Hogy ne hinnél magadban. Úgy hiszel magadban, mint még soha senki talán. Fú, azért az van, hogy nem várom így nagyon, tehát nem várom így tűkönülve, de azért várom a Cyberpunkot. Azért várom a Cyberpunkot. Azon ott, hogy ne mennél föl? Nyomjad neki! Elég bátran bászik a csávó 2 ivós kör után. A hideg egyébként, a hideg miatt. Meg se kottyanez neki, hát gyorsan a hidegben izé. Helyreállt a mi... Oh, hello! Helyreállt a minden is. Oh. Really? Videójáték. Really? Márpedig really. Oda kell, aztán nekünk majd fölmásznunk. Jó, menjünk oda először. Az ivós játék miatt ilyen bátor? Ja, nem is az a kérdés, hogy miért fut ilyen bátran. Sokkal inkább az a kérdés, hogy miért fut, vagy miért nem ivászik többet. Korrekteljed azt a kavicsot, de nagyon hamar. Most azon gondolkozom, hogy vajon ezt a játékot kiadják-e külön. Ilyen, tudjátok, mi lenne nagyon jó, ilyen viszonylag ilyen eredeti
cuccok, tehát hogy ilyen... Tudjátok, így nem műanyagból fröccsön, mondjuk az valószínűleg nagyon drága lenne. Hogy ne másznánk föl oda, Pe? Hogy ne másznánk föl? Nyilván, Assassin's Creed, vikingek ide vagy oda, hogy ne másznánk föl? Fölmászunk mindenhova. Fából készült kockák mondjuk, de meghozza azok a fatálak. Csontból készült kocka. Nagyon király, csontból készült kocka. Jó, annyi pénzt valószínűleg nem költenék, mint amennyire ez kerülne. Főleg, ha a totemek meg fémből lennének. Bizony, ez maga a csúcstámadás. Kérdés, hova ugrunk le innen? Kezdj jelen marha gyorsan szinkronizálni, fiú, mert... rossz sziklára másztunk fel. Nem tudom, melyikre kell fölmászni, de ez nem az a szikla, amelyikre föl kellett volna mászni. Ó, hogy a totemek fából voltak. Na. Még leugranák én, ha én lennék a te. De nem, végül is mindegy, persze. Csak át kell menni a hegyen a falszhoz, nem kell mászni. Nem az a kérdés, kell-e mászni? Az a kérdés, lehet-e mászni? Lehet-e mászni? Gyerünk, engedd el! Na jó, fantasztikusan csinálod, Pókember. Spider-Man. It's everything that a spider can. Spider-Man, elindult felfelé! Ne induljál el felfelé, lefelé induljál el! Mindent is meg lehet mászni? Hát úgy néz ki. Nem alakult tökéletesen. Látjátok? Superhero landing! És majdnem nem is törtem ripityára a térdeimet a superhero landing közben. Oké, hova is ment? Ja, tudom, valami helyre. Mi a francba kapaszkodik? Hát a reményeibe, az álmaiba, a vágyaiba, általában ezekbe szoktak. Ő legalábbis biztos. Most ott abban az élben. Ami jeges. Szóval nem vagyok benne szerszerzékig biztos, hogy nagyon jól tartaná a dolog, de hogy... ja, egyébként meg a baltájába kapaszkodik elsős. Na, trappoljunk fel a hegyre. Hogy tetszik eddig a játék? Az a helyzet, hogy hogy így amúgy én így jól el vagyok vele, de hogy... de hogy így nem találkoztam magával az Assassin's Creed Valhalla tartalommal sokat. Tehát, hogy nagyon tetszett a kockadobálós játék. Az így nem tudom, hogy ez számít-e. A kockadobálós játék szerintem nagyon jó. Tudjátok, miben fogják megcsinálni? Tabletop szimulátorban. Biztos vagyok benne, hogy valaki megcsinálja. Tabletop szimulátorban. Valljuk be, a kockadobós játék király volt. Szerintem király volt. Amúgy magával a sztorival nem mondanám, hogy rengeteget haladtam eddig.
megtudtuk, hogy apánkat megölték, meg anyánkat is egyébként, mert tehát, hogy így lendületben voltak. Vajon kell-e nekünk arra a sziklára felmásznunk? Na te tol! Ez gyakorlatilag pont az ellenkező irány, mint ahol mennünk kell. Köszönöm. Bel, itt tényleg megmásztunk mindent is. A hó tetszik. Ahogy itt a hóban mászkálunk, ahogy a cipőjére tapad a hó, az nem annyira. Kinézetileg egyébként szerintem nekem tetszik. Így különmét tekintve a játék. Én ugye alapvetően ezeket az RPG-sebb Assassin's Creed-eket nem szeretem már annyira. De hogy közben simán lehet, hogy csak el kéne engednem azt, hogy Assassin's Creed. Mert hogy ebben azt hiszem már nincsenek is így nagyon-nagyon assassinok. Vagy nem tudom. Oké. Okay. Utszer. Ez várható volt. Na, csak sikerült ide jutnunk! Hamuram. Hamuram. Valka? Hush. I need silence to hear the songs of nature. Hamuram. Hamuram. Svala. She gives praises and she is greeted. For your hearing. O ancient ones, great Odin, great Freya, I give you thanks for your gift of Seidr. She gives thanks and she is blessed. Eivor, it has been some time. What brings you so far to see me? Semmi! Azt mondta a játék, hogy ide kell jönnöm. I've come for your advice on a private matter. Come. Ooh. Is your mother well? Her mind is a jumble. She speaks to spirits. I fear her final winter has come, but she has me. Now, let us speak to your needs. Okay, a néni ott be van kattanva, de semmi baj, nem fogja kihallgatni a beszélgetésünket, mert vak. It may have been my battle lust or a delirium caused by the cold, but describe it for me. After 17 years, I saw my father's axe again. And when I touched it, the vision came on fast. Azért a grafika már régen nem tripla A. Hát én azt simán el tudom képzelni, hogy sziszentették a kis konzervből. Tehát, hogy ezt is simán el tudom képzelni, hogy sziszentették a... De én őszintén... Jó, nyilván, ezek a részek nem. Tehát, hogy... De kint, amikor a tájakon futunk, én a tájakkal elégedett vagyok, így őszintén szólva. Ó, nem vak, bocs, csak fura a szemeinek a színek. Szóval, hogy én így, igen, tudom, hogy nagyon pörgünk ezen a grafika dolgon, de azért mondjuk ilyen nagyon nagy open world-öket sokkal szebben megcsinálni, az nem annyira könnyű. Tehát, hogy ugye nem egy... Nem egy Last of Us-szal hasonlítjuk össze. Az, hogy glitch-el a modell, az jó lenne, ha abba hagyná. What are you brewing? Néha így a haj is ugrik egyébként. Meg a kockás rész is jó volt, igen. Istenem, kéne csinálni egy ilyen vicces teszt videót erről a játékról, ahol minden aspektusában előbb-utóbb visszatérek a kockákhoz. But you must take note. Fú, valószínűleg nem szeretné nagyon sok ember. Drink. Ezek mik ezek az ugrások? If you seek. Jó, amikor nagyba ránézel a tájra, az is fura, de amikor így futsz benne, az szerintem tök hangulatos. Ó, megint iszunk valamit. Igazi party animalök vagyunk. Mm.
De hogy tény is való, hogy azért kérdéses, hogy biztos, hogy ki kell ezt iszenteni minden egyes nyavajás évben, vagy két évente egy Assassin's Creed-et. Ezt abszolút aláírom. Abszolút. Egyébként tényleg. Most ez a vikinges, tehát hogy... Én nekem az az érzés, hogy itt már abszolút el kell engednünk az Assassin's Creed vonalat. Harvey! I walk among the dead. Sigurd. Sigurd. Brother, when did you arrive? Azért a streamet remélem kockázással zárjuk. Jaja, verünk még egy menetet majd. Úgyis vissza kell menni a településre, veretünk még egy menetet majd. Miért hívják Acénak? Az van egyébként, hogy szerintem a név is selling point egy bizonyos esetben. És egyszerűen így, nem tudom, kimentették? Nem tudom, nagyon fura amúgy. Lehetne csak simán történelmi videójátéknak hívni, de hogy érted, az meg egy what? Mit csinált a víz? Hát azért vannak benne fura dolgok. A mozgás abszolút acés. Tehát ugyanúgy mozog. Teljesen Csubakka egy ilyen viking embertől amúgy, hogy fölmászogasson mindenhova. A hóra sem mondanám azt, hogy gyönyörű. Tehát, hogy egyértelműen láttunk azért már ennél szebb havat. Az állatok mozgása, az farkas, az borzalmas. Ja, értem, mire gondoltok, abszolút. Abszolút értem, hogy mire gondoltok. Sigurd? Brother! What is this? There was no other way, Harvey. Our fates are fixed. Levágta a kezét. Sigurd! Levágta a kezét! Ó, mert beteg volt. Sigurd! What has happened? This was not for you, Harvey. No! Ne, ez egy látomás egyébként, ivott valamit. That's a big dogó. Valószínűleg sok húsi teszik. Steady, Eivor. It is Valka. I am here. Dance. I thought I... What was that? Tell me everything. I was on a mountain, in a violent blizzard, climbing toward the summit. Following a wolf. Mm-hmm. I saw Odin and the Nornir. Spinning the threads of fate. They were watching me. Not watching. They were showing you the way forward. Your life. Your path. What lies before you. And where it ends. And the wolf was eager for my attention. As if it were beckoning me to follow. You are the Wolfkist. Fated to carry its mark for life. In this case, it might represent your ambition, or your fear. Ez pont egy olyan segítség, srácok, mint amilyet várnék. Tehát, hogy vagy az ambícióidat reprezentálja, vagy a félelmeidet. És jó, melyiket? Mert ez a kettő nagyon más, és itt határozottan más irányba mozdulunk a kaland végén, attól függően, hogy melyiket reprezentálja éppen. Shades of Valhalla. Ja, ő a lokálpszichológus. Ja. I do not know what else to say. My memories are faint, hazy. Did you reach the summit of this mountain? I did, yes. Sigurd was there, wounded, in pain. His fighting arm was missing. Then the wolf reappeared, the size of a dragon, twisted and terrible. It fixed its eyes on me and struck. Ha az elején lévő aranycucc, az két hajónyit ér, képzeljétek el, hogy ennek a csajnak a karján lévő aranycucc mennyit ér.
azt nézzétek, hogy az milyen vastag a másikhoz képest. De lehet, hogy ez csak faj és csak le van kenve arra is színűre. But these portents carry a darker truth. The missing arm, the trail of blood, the beast. You will betray your brother, Sigurd. That is the meaning of your vision. That cannot be right. I would never betray Sigurd. He's my brother, my family. The Nordnir have spoken, and this is their message. No, this is wrong. Or you misunderstand. That cannot be right. You will be. Elfogad árulni a testvéredet, nem fogom elárulni. Odin fought against his fate. It can be done. El fogjuk árulni. Szerintem csak fa. Innen látszik, hogy Visra rendelte. Szerinted szállít? Oké. Szerinted szállít ide Vis? Pont így szerettem volna végül is. Ó, hogy jöhettünk volna ezen az úton is. De? Na, de ezek a távoli dolgok, azok nem néznek ki. Ja, értem mire gondoltok, de közben annyira, tényleg annyira lovaglunk azon. Lovaglunk. Hogy mindig, hogy mi mennyire néz ki jól, meg mit tudom én, hogy ugye ezzel hajtjuk az egekbe a fejlesztési költségeket. És amúgy szerintem meg, ha valaki mondjuk szeretné ilyen játékot játszani, vagy szeretné ezt a játékot játszani, akkor meg így tökre elég ahhoz, hogy így beleéled magad. A Wish mindenhova szállít, max 2 hónap a kiszállítási idő. Oké. Okay. Reasonable. Kezeljétek el, ha ez gyalog megyek visszafelé ezen. De tény és való, hogy... hogy tényleg kérdéses, hogy ki kell ezt sziszenteni minden évben, csak más köntösben. De ezek az ilyen élettelteni, melegszínű kis területek, ezek alapvetően szerintem tök hangulatosak. És ezek tök jól néznek ki. Na, mehetek már beszélni a királlyal? Hogy kell leszállni a lóról? És közben nyilván egy csomó minden nem, tehát hogy nyilván mondjuk egy Red Deadhez képest tökre nem néz ki jól. Szeretnék leszállni a lóról. Szálljál már le a lóról, fiú! Magasra rakják ám az elvárásunkat, nem tudok leszállni a lóról. Hát, ha leesik. Melyik gombbal száll le a lóról? Witcher 3. Witcher 3 is, igen. Jó, oké. Okay. Abszolút értem. Jó, tudjátok mit? Nem szállunk le a lóról. Így alakult. De akartam szállni, nem tudok leszállni. Oh, ott kiírt valamit. Ez mi volt? A C volt? A C hosszan? Veszélyes dolog a szuperglú. Ja, ráragadtunk el rendesen. Aja, abszolút értem, amit mondatok egyébként. Abszolút értem. Valószínűleg ilyen szép fényekkel, meg szép színekkel. Szépen elmaszhatolják, hogy amúgy sokkal szebben működő játékok vannak. Ja, abszolút értem, amit mondatok. It is all I can hope for. May the... Hi! Úgy hallottam, harag van. May the winds favor your voyage, Guthormer. Nem tudom pontosan miért, de hogy itt vagyok. Eivor, come forward and explain in plain words why you have willfully disobeyed my commands. Do you mock me? I do not mock you, King. I mean to embolden you.
against your enemies and your own poor judgment. You know nothing of my judgment. You know nothing of my plans and strategies. Sigurd would agree with me. My son might agree with you, but he would obey me. He knows his place. Not as well as he knows his father. Imagine you are harassed by an enemy with warriors that vastly outnumber your own. What profit does open war bring? Would it not be better to work quietly through diplomacy, gaining alliances? Waiting until the day our numbers outweigh our enemies and our victory is guaranteed. Do we have any allies to speak of? Or is that your excuse to do nothing? Okay, a másikat szeretném mondani. Binds you to so much in plain sight, Eivor. Day and night I toil to forge ties with clans to the north. Very soon you will see the fruits of my efforts. Only then will you understand. Is that all? I'm at a loss with you, Eivor. When I took you in as my own, never did I imagine such disrespect from the child of Varin. Your father was a fine man, just and loyal to me. He died bravely so that we might live. He died a coward, Lord. A fate I will not mirror. Why do you carry such a useless burden? Let it go. Think only of the days to come. Of your future and the victories at hand. Szóval a csávó nem akar harcolni nyíltan, és mi nem szeretjük, hogy ő nem akar harcolni nyíltan. I refuse to pick at that wound again. But if there is something that can chase these shadows from your thoughts. Yep, megint letámadnak minket, megint meghal mindenki. Oké, nem. Nem támadott le senki, nem haltunk meg, mehetünk kockázni. Vagy oké, még nem megyünk kockázni, de megérkezett egy hajó. Szóval alapvetően... Ó, őt fogjuk elárulni majd. Azt hiszem, a Vision szerint. Sigurd! Look at you, blood-soaked drinker! What have you been worrying without me? Oh, and you, salt-cured Vikinger! I smell the stink of a dozen kingdoms in your beard. Just to start. Brandvi, my dear wife, your husband returns. Milyen kis visszafogottan köszönnek egymásnak. Cse, 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 aztán így. Szia, Roy! Yes, Basim and Hytham. We met in Miklagard, and they still hold buried secrets. We are grateful to Sigurd for his invitation, and eager to... Ők aztán nagyon asszaszínnak néznek ki. Careful with the company he keeps, if you're standing safely beside him. He must like you. Ah, Eivor. Save the introductions until our bellies are full. I will see my father. Ők nagyon-nagyon asszaszínosan néznek ki. De lehet, hogy csak így vissza van hozva a dolog. They told us Eivor the Wolfkist was captured by szeretnék menni kockázni. I killed my captors and recovered my crew. And for that your father scolded me. Őket meg se próbálják nekünk köntösbe rakni. Nothing short of war will dislodge Kjotve from our lands. But he disagrees. Ez nem az az. I know. Father thinks too much and acts too little. Today that changes. Oh, hogy van a Vikings nevű sorozatban egy karakter, akinek ugyanez a neve. Jó, értem, hogy mire gondoltok egyébként, hogy nem triplás, abszolút értem. Az összes animáció suta, az összes animáció glitchy, az összes animáció csúszik. A távolról nem működik. Értem, abszolút értem. Tonight we feast and celebrate your return, Sigurd. The tables are laid with barley and lamb, bread and mead. And no more, I beg you. I want nothing you would not serve a thrall. Let me be the one to honor you. I bring gifts and tales from faraway lands. After two winters away, I am full up with both. Very well, very well. Come inside.
And when we are fat and satisfied, father, we will talk of Kjotve and his clan, and how we may end their terror once and for all. He has dogged us too long, shamed us for too many seasons. Szerintem most a srác arról beszél, amiről mi beszéltünk, hogy ennél egy kicsit agresszívebbnek kéne lenni. De hogy a csávó nem akarja, a csávó nem akarja ezt a háborút. Szia Bézé! Szia Bézé, mi a helyzet? Hogy vagy? Jobban vagy már? We saw men bedecked in riches as vibrant as the Bifröst itself. These we took for our troubles, of course. We sailed to Rome, then Africa, past oceans of sand, warriors of all colors. Hogy tetszik a játék? Az a helyzet, hogy ezt ennyi idő alatt nem nagyon tudnám megmondani. A normális játékmenete valószínűleg nem fog nagyon hosszú ideig lekötni. A vikinges dolog, ez a vikinges téma egy fokkal jobban adja, mint gondoltam, hogy fogja. Tehát összességében abszolút szkeptikusan érkeztem. És nem érzem feltétlenül azt, hogy ilyen... Szóval, hogy sokkal jobban élvezem, mint gondoltam, hogy fogom. Viki, nagyon-nagyon szépen köszönöm a raidet. Nagyon-nagyon királyra köszönöm szépen. Üdv, kedves Viki nézők! Megyünk, mindjárt kockázunk tovább. Laci, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékoztál Bézének egy szabot, nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Szóval, hogy jobban, nem sokkal, azért ez nem igaz, hogy sokkal jobban élvezem, de jobban élvezem, mint vártam. Én nem vagyok benne biztos, hogy bennem lenne a potenciál, hogy ebbe a játékba mondjuk beleöljek ilyen 70-80 órákat. De most így teljesen őszintén. Oké, de nem megyünk kockázni sehol. Az van, hogy ennyi idő alatt tényleg nehéz megítélni egy ekkora játékot amúgy. De nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékoztál Vikinek egy szabot. Nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Drinks first. To my first night in Fornburg in over two winters. It must end with me soaked and wall-eyed, shouting at the shadows of trolls. And you want me to sail with you on these honey waves? Yes. You are stuck with me, Dringle. Now drink. You would put Thor to shame. You have been away too long, brother. You do not know the spiced kick of Tekla's mead. Nem feltétlenül ezt választottam, de végül is mindegy. Jó lesz így is. Szóval ez így nehéz ennyi idő után megmondani, hogy ez most így jó-e vagy nem jó. Az van, hogy teljesen biztos vagyok benne, hogy aki az Odyssey-t élvezte, az valószínűleg ezt is fogja, de az, hogy ennél finomabb különbségek így megmaradjanak, meg meglegyenek, ahhoz ennél iszonyatosan sokat kell most már játszani, mert hogy hatalmasra duzzasztották ezt a játékot, vagy ezeket a játékokat. Az, hogy ezek a hatalmasra duzzasztások, ezek valóban érdemes irány-e, vagy hogy ezzel a játék több lesz, vagy jobb lesz, mint ha mondjuk egy jól megírt történet köré húznák fel? Nem, szerintem nem. De hogy szépen lehet látni az Assassin's Creed-ek folyamán, hogy hogyan lett egyre fontosabb az open world, és egyre kevésbé fontos, mint minden más. In my time with them, they shared many of their most hidden secrets, for which I am grateful. And now, I gift one of these secrets to you. Weapon for the finest warrior I know. Viszont nekem ez a Hidden Blade vonal, ez egyáltalán nem illik a vikingekhez. Tehát, hogy egyáltalán nem. Tehát, hogy eddig ez az egész vikinges körítés, meg így minden ez így okés volt, de hogy ez őszintén szólva egy Hidden Blade, szerintem nem illik a vikingekhez. Mentor, I must protest. This is deeply unorthodox. Our wrist blade is a sacred tool. Do not make a fetish out of cold metal, Haifa. What matters is the mind of the one who wields it. Please, try it on. The blade. A vikingek bármit használnak, amit csak tetszik nekik fegyverügyileg. Oké,
Értem, de hogy most arról beszélünk, hogy apánk becsülettel halt-e meg, vagy nem. És akkor közben meg egy rejtett pengét. Értitek? I like it. This is no mistake. This is a voluntary sacrifice to prove our devotion to a good start, Eivor. But you must learn how to use it effectively. Outside. This is not something for all eyes. Lead on. Nem tudom, nekem valahogy fura. Nekem valahogy fura, és közben egyébként simán lehet, hogy igazad van. Hogy csak misztifikálom a vikingeket, de hogy inkább ez alapján, a sztori alapján mondom, mint az alapján, hogy... This clan of yours, it has a name? Indeed. But among the tenets of our creed is a vow to never reveal too much to outsiders. In time, you may learn more. Not here, where the walls and trees may have ears. I look forward to it. Keresztes lovag viking assassin! Here. Let me lead you through our most basic techniques. Wielded with skill and care, our blade delivers a singular killing blow. As you near your target, find your window to strike. Timing is essential. Várjátok, lehet most már megint asszaszinolni? Mert ugye az van, hogy... hogy ezek az RPG-s elemek, ahogy beépültek a játékba, így nem van hitelnek egyszerűen már az asszaszínos eszközök. Tehát, hogy a torok elvágás, az nem van hitel egy nagyon-nagyon magas szintű boss. Nem tudom, hogy jól mondom-e, hogy most ettől ez... Na, szóval értitek, egy csomó minden... majdnem. Egy csomó mindenhez azért sokkal több időt kell eltölteni ezzel a játékkal. Exactly, just like that. How about a challenge? Leap down upon that target from above. Nehéz egyébként így... Ezzel gondolkozom, hogy ugye... Minél komplexebbé válnak ezek a játékok, egyre nehezebb lesz alapvetően egy az egyben azt mondani, hogy így mondjuk egy stream alapján valaki el tudja dönteni, hogy jó-e vagy nem. Az Origin óta nem van hitel, azt tudom. Igen, amióta fejleszteni lehet, csak ez nekem meg ugye közben fura. Let us leave Eivor to enjoy his gift in peace. Come. Eivor, okay. Let us walk to the docks and take in the night air. What do you make of my new friends? They seem generous and menacing in equal measure. I know what you mean. They have learning too. They wield numbers and writing as if it were magic. Basim has shown me so much about the world, all of which I will share with you when the time is right. I miss the smell of this land. Have you returned for good? Igen, kérdés, hogy most ugye mekkora szint, hogy jelentkezik egy szintkülönbség például egy torkon szúrásban. Értitek? Tehát, hogy okay, el tudom képzelni, hogy még egy Minotaurus, ha torkon szúrsz, akkor az nem veszi annyira jól. I missed you, brother. Your clear head and your courage. We have not had enough of both in recent months. You flatter me, Wolfkissed. Tény és való, Krisz, hogy az viszont igaz, hogy hagynak irányt. Hogyha nem ezt akarod használni, akkor nem ezt használod. From here to Valhalla, I will always be on your side, Sigurd. Always. This fjord has grown too small to contain me, or I too large. There is so much more beyond these stone. Hű, ez a csávó, ő kezd szerintem. Úgy fogjuk elárulni egyébként, hogy ő így kezd így belekattanni így a hatalom vágyába, vagy nem tudom mibe. Nyilván ez így most így nehéz így megmondani. Tomorrow we make new war on Gyrtve, and reclaim the lands he took from us. And from there, we build a kingdom for us. I'm with you. Only say the word. De hogy valószínűleg így lesz valahogy ez az elárulós dolog.
Wow, a bábúnak nagyobb életcsíkja van, mint nekem. What? The Nortnir have spoken. You will betray Sigurd. No, this is wrong. That cannot be right. And kocka time. Ja, kockázunk még egyet, aztán szerintem vége lesz a streamnek. Viszont a viking, mint, jó, ezek a viking minták, ezek személy szerint engem annyira nem izgatnak. Hajjaj. Osonnak B felé az emberek. El kéne költenem a skill pontjaimat, mielőtt elkezdünk velük harcolni. Hát, nem nagyon húzom a többi irányt. Oh, wow. Az mondjuk vicces, hogy oda van elrejtve a... Oda van elrejtve a HP, a ranged atakok mögé. Na, oda megyünk, aztán megkérjük ezt az úriembert, hogyha lehet, akkor tessen elfáradni innen. Megkértem, hogy tessen elfáradni innen. Van még belőlük, nem szabad elmennem kockázni sajnos. 161 méter. Én őszinte leszek, srácok, én nem látok igazán komoly fejlődést ezek között, az Assassin's Creed-ek között. Tudom, hogy ez így, nem tudom, így, de hogy én... És lehet, hogy én nem ismerem őket eléggé, mert ugye az abszolút esélyes, hogy én nem... játszom eleget ilyen jellegű játékokkal, de hogy én nem látok iszonyatos nagy változást. Átöltöztetik őket egy az egybe teljesen más köntösbe, az addig oké. Okay. Meg ebben most bedobtak egy kockajátékot, ami pretty fun, de hogy... De hogy én azt így nem gondolnám, vagy nem látom egyelőre, hogy ilyen hatalmasat fejlődik az előzőhöz képest. We should return to Knotfall with our report, while we can. We can bring Kjotve news of the longships. Hát ez... Kért, egy fatuskóval beszélgetsz? Azt hittem, az egy másik ember. Kivel beszéltél? Kivel beszélt ez az arc? Halló? Oké, mindegy. Ó, megvan. Sigurd must know about this. Oké, ezt értem, de hogy... Origin óta van egy új irány, előtte volt egy irány, most pedig lett egy új RPG-sebb irány. Igen, de hogy ez már nagyon régóta, tehát hogy az Origin azért nem most jelent meg, és tény és való, hogy az Origin óta ez sokkal RPG-sebb lett. Olyan röcögéseket mutat be néha amúgy, hogy hihetetlen. Ezt így el kell dönteni egyébként, hogy valaki szereti ezt az RPG-sebb vonalat, vagy nem. We do not have the men to storm Kjotve's fortress. The losses would ruin us. The losses have ruined us, father. Until we cut off this serpent's head, it was... Azt látjátok egyébként, hogy ez a fém tudsz a mákosán, ez ugye, az mozog. Mert hogy így nyúlik meg ilyenek. God save all, what happened? Átsétált két karaktered! Three men sent by Kjotve to kill us as we slept. I returned the favor. There, you see? This is what waiting brings. We must answer this insult. They came from Knotfall, that whaling village under Kjotve's control. We hid him there. Burn it down before Kjotve learns his spies are dead. He may have sent more.
I can search the village while you round up the crew. No need. I will send Hytham to search the area. You can rely on him while we are away. We? Do you mean to join us? I have not been bred for Valhalla like you. But this will be far from my first battle. I do not like this, but I will not stop you. Ez a csávó meg mindig olyan, mint a sírna. Én az Assassin's Creed Black Flag-et én nagyon szerettem, de már az is kérdéses volt egyébként ilyen teljes Assassin's Creed pompájában. Mert ugye már az is elvitte a nemes ügy részét a dolognak. Na megyünk kockázni, srácok. Megyünk, kockázunk egyet. Oh, itt van. Hi! Na, adjál nekem izét! Ah, Olak. Sit, the dice won't roll themselves. Igen, az van, hogy de nem csak neki egyébként, hanem több karakternek is olyan, mintha alul sírna. Tök kérdéses ez. És tök rá tudom képzelni, hogy közben valaki meg élvezze, akinek, mert hogy értek, hogy így nagyon. Akinek mondjuk ez így tökre betalál. Igen, a Black Flag inkább kalózjáték volt. Igen, ezt abszolút aláírom, hogy a Black Flag inkább kalózjáték volt, mint Assassin's Creed. Oh boy. Az egy erős kezdés. Defense, damage. Oké, neki kettő ilyen damage van. Jó. Azokat jó lenne negálnunk. Na, viszont ezt a játékot, ezt nagyon élem. Akarunk egy lopni tőle. Az a helyzet, hogy tudnánk egyébként, úgyhogy ha lesz készfejünk... Oh boy, ki kellett volna szednünk a készfejet. És az egyik olyat bent hagyni. Jó, ez most ott fölösleges igazából. Oké, gyakorlatilag mindenki defense dobolt, úgyhogy nem is nagyon fogjuk egymást megütögetni. Kérdés, hogy az 1-2-3-4 ő nem lop tőlünk semmit, ami azt jelenti, hogy lesz egy négyesünk a végére, és akkor osszunk neki valamennyi sebzést. És akkor legalább ennyivel haladunk. Az szerintem, tudjátok, hogy fog működni? Vagy én így látatlanban tudjátok, mit tippelnék, hogy fog működni ennek a játéknak az egész játékon átívelő része? Hogy játszani fogunk egy csomó ellenféllel, és ahogy szépen haladunk előre, ha legyőzünk egy ellenfelet, akkor megkapjuk tőle a kis faragott fatokennyét. És akkor egyre több és több lehetőségünk lesz. Mert ugye, ahogy legyőztük ezt az arcot... Szóval, ahogy legyőztük ezt az arcot, azután lett meg nekünk az a másik tokenőrünk. Szerintem vicces lenne szétverni az arcát egy halom fejszével. Ja igen, most az lett sajnos ő lopta a végén a dolgokat. Most itt az volt a taktika, hogy agyonverem egy baltával. Ez nem feltétlenül volt a taktika. Oh god. Most ő kezd el engem agyonverni. Oké, ez mindenképpen maradhat, mert ugye az kell. Az nem lenne rossz, ha lenne. Van-e armor? Van igazából. Jó, próbáljuk meg, rizikóztassuk meg, hogy nem dobunk több defense-t.
Oké, és akkor azzal maradunk ott. Oké, ez nem rossz. Egy sebzés nekem, egy sebzés neki. Nekem több... ez 1, 2, 3, 4, 5. Az 5-ből ő el fog lopni egyet, de én vissza fogok lopni egyet. Ergo 5 a továbbiakban is. Ami azt jelenti, hogy rácsaphatunk szerintem még 4 damage-et. Obsidézi. Nem csaptam rá 4 damage-et? Mystic Sermade, azt mondjátok? Nem. De. This will do. Az a helyzet egyébként, hogy ez az Assassin's Creed új irány, jó irány-e? Ez a téma, ez szerintem már... szóval ezen már túl kell, hogy legyünk, mert hogy tök mindegy, hogy jó irány-e, ebbe az irányba megy. Tehát, hogy ez a harmadik játék ebben az irányban. Szóval most már nem feltétlenül a régi AC-kat kell ezekkel az AC-kkal összehasonlítani, hanem szerintem sokkal inkább a egyszerűen ebben az irányba kell gondolkoznunk. Ó, ne, nem választottam ki damage-et. Elbambultam. That's my bad. Jó, így viszont már rosszul jöttünk ki ebből a körből, amikor kijöttünk volna jól is. Szóval, hogy, ja, hogy szerintem azokat, ezt már hátra kell hagynunk azt a részt. Hogy azt most azon tanakodjunk, hogy ez jobb lett-e vagy nem. Elsősorban ugye nyilván azért, mert hogy ennek már így mint egy vége. Ja, vannak fölösleges armorjaim. Oké, biztos, hogy... be fogunk nyelni damage-et. Én kapok 1, 2, 3, 4, 5-öt. Ő ellop egyet, én visszalopok egyet. Ami azt jelenti, hogy 1, 2, 3, 4, 5... 8 darabon van. Szerintem rávágom az egészet. Ezt nem tudja úgyse levédeni. És rá is kell, mert amúgy nem állunk jól. Oké, hát ez most mehet mindkét irányba egyébként. El kell kezdenünk megvédenünk a HP-nkat. Oké, a lopás az most nem annyira fontos, mert a végén vagyunk. Az armor az azért nem annyira fontos egyébként, mert rengeteg pontja van, hogy leszedje. Tehát, hogy azt simán le tudja szedni. De hogy közben pedig kénének a izék. Jó, nem, most nem. Tényleg egyébként az van, hogy ezt itt nyilván tök nehéz így megmondani, de hogy nekem tökre az az érzésem, szóval nekem tökre az az érzésem, hogy nehéz megmondani, hogy ezek a játékok élnének-e az Assassin's Creed vonal nélkül. Mert ugye most mondhatnánk, hogy ezek tök jó játékok egyébként, ha valaki szereti az ilyet, úgyhogy megállnának AC vonal nélkül is. De hogy közben pedig ugye nyilván a fene se biztos igazából abban, hogy ez valóban így van. Csak túl kéne élnem addig, ameddig. This is my game, stranger. Let's give up. Mondanám, hogy kalkulétid, de hogy ez nem volt annyira. Szóval, hogy értitek, hogy közben lehet,
hogyha most ezt egy teljesen külön játéksorozatként, egyébként borzalmasan fut ez a játék, teljesen nonsense. Hogyha teljesen külön játéksorozatként adták volna ki, akkor meg mondjuk nem tartaná meg magát, mert egyszerűen nem érdekelne elég embert a húzónév nélkül. Szóval ez ilyen tök nehéz így eldönteni, hogy tényleg ilyenkor mi a jobb, amit tehet. Tételezzük fel, hogy lesz még mit lopni. Reménykedjünk benne, hogy lesz még mit lopni. A Japánnal ott valami kulturális dolog van egyébként. Mármint ilyen rájuk förmedős jellegű kulturális dolog. Most nem vágom annyira, de valamikor olvastam erről valamit, hogy Mizu. Ugye ő le tudja venni a védelmünket, na menjünk tovább. Ugyanezek jönnek mindig elő, minden egyes Assassin's Creed rész alatt előjönnek a Japán, a második világháború, az október 23, ami teljes nonsens. Tehát hogy az egyszerűen nem is értem, hogy hogyan tarthatja magát, mint ötlet. Nyilván nem fognak egy triplás játékot fejleszteni. Egy ennyire pici országnak az ünnepére, annak ellenére, hogy amúgy nyilvánvalóan érthetően logikus. Tehát ezek minden egyes alkalommal előjönnek, és hogy így nekem tökre az az érzésem, hogy elmegyünk a fontos pont mellett. Memory leak miatt érdemes néha újraindítani a játékot. Szerintem meg érdemes lenne lefejleszteni a játékot memory leak nélkül. De amúgy igen, abszolút értem, és abszolút úgy is néz ki, mintha memory leak-elne egyébként. És abszolút úgy is néz ki, mintha újra kéne indítani néha a játékot. Ettől függetlenül a továbbiakban is fenntartom, hogy én azon a véleményem vagyok, hogy... hogy inkább érdemes lenne nem. Nem memory leak-es játékokat kiadni. Bár egyébként tény és való, hogy ez még nincs a... az 1, az 3... hogy ez még nem jelent meg hivatalosan, szóval jön majd még valami day one patch. Ja, meg az a másik, hogy AMD-re optimalizálják. Ja, de ilyen büntetően AMD-re optimalizálják a dolgot. Ez nem annyira hatékony egyébként most. Amire elköltöttem, ez így most nem annyira hatékony. Ja, nem, ez így nem, ez nem volt annyira jó ez a kör. Kell még egy crunch a fel? Nem, hát holnap megjelenik. Tehát, hogy nem tudom, hogy mikor javítják, meg hogyan, de hogy... nyilván azt kell, hogy mondjam, hogy mennyire király lenne, ha nem tennék. Mert nem azt, hogy nem javítanák, hanem hogy nem.
Értitek, ez a játék, ez még így elég furán néz ki ilyen tekintet. Láttátok úgyis, láttátok az átvezető videón, hogy átszaladt két emberen. Ez annyira vicces, hogy gyakorlatilag csak ütlegeljük egymást. De hogy egyébként ez történik, tehát gyakorlatilag csak ütlegeljük egymást. Jó, egyet úgy is elvesz. Jó, ez nem csinál semmit az ég egyet a világon. Hopszi, ez rossz gomb. I've almost got you now. Ütlegeljük egymást, nagyon csúnyán amúgy. De hála az égnek egyébként én jövök ki egy picit jobban ezekből. Szóval ja, ez ilyen tök nehéz kérdés amúgy. És ezért lesz szerintem egyre megosztóbb, vagy nem egyre megosztóbb, mert gondolom egy idő után már így abba hagyjuk. Az erről való beszél, ezt le tudja venni, ugye? Ezeket le tudja venni. Tudjátok, mint akkor fullba toljuk az offenszt. Oké, ez talán egy kicsit túlzottan fullba tolja az offense, de hogy talán egy icipicit túlzottan fullba toljuk, és ez talán egy picit sok lesz, hogy nincs is annyi HP-ja gyakorlatilag. Well fought. You just got lucky. Another round. Calculated. Ja, calculated, that's for sure. Na jó, most látszok. Szerintem ez így mennyi volt. Menjünk aludni, és tényleg néha újra kell indítani a játékot. Tehát, hogy indítsátok néha újra a játékot. Egyelőre még legalábbis biztosan. Most így nyilván említettem, egy stream után én személy szerint nem is tudom, hogy miért kéne feltétlenül véleményt mondani, de hogy tudom, hogy sokan igénylitek a dolgot. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy... Oké, ha ez alapján, az egy stream alapján akarnék véleményt mondani, akkor nagyon meggyőzött a kockás játék, de a többi része nem. Tehát, hogy a többi része alapján nem érzem azt, hogy alig várom, hogy újra játszak vele. Ami nyilvánvalóan egy ilyen nagyon felhúzott orrú kritika egy játékra, mert most őszintén, a legtöbb játékos nem feltétlenül játszik ugye annyit, mint mondjuk én, és a legtöbb játékosnak 4 óránként? Hát én ahogy nézem inkább másfél óránként, igen. A legtöbb játékosnak nem attól lesz jó egy játék, hogyha játszik vele, akkor azonnal nagyon várja, hogy legyen egy következő alkalma játszani vele. Nekünk streamereknek viszont valószínűleg igen, mert ugye egyszerűen sokat játszunk. Tehát ugye nálunk ez egy kicsit így eltorzul. Úgyhogy én annyit tudok mondani, hogy amikor például a Crusader Kings-el játszottam, ami nyilván egy teljesen más jellegű játék, és most nem egy az egybe akarom összehasonlítani a dolgokat, véletlenül sem. Amikor a Crusader Kings-el játszottam, akkor alig vártam, hogy azonnal játszhassak vele még egyszer. Őszintén szólva, ami egy kicsit talán relevánsabb, még a Watch Dogs után is jobban vártam, hogy játszhassak vele következőre. Ja. Még a Watch Dogsnál is egy kicsit jobban vártam, hogy játszhassak vele következőre. Nem, még itt most őszintén azt se tudom, hogy biztos, hogy lesz ebből még egy stream. Holnap biztos, hogy nem. A héten szerintem megpróbálunk összehozni még egy streamet. Egyelőre kicsit ilyen meh-nek érződik, de hogy közben meg egyébként most vagyunk itt a leges-leges legelején, értitek? Még csak most barátkozunk. Szóval, hogy én nem... Nem érzem magamat felkészültnek arra, hogy erre most így azt mondjam, hogy meh ez a játék, de egyelőre azt érzem, hogy meh! Értitek? Na. Kitrédeljünk.
Igen, tehát hogy értitek, igen, pont ez, amit Dave ír, hogy Angliába például még át sem mentem. Meg se néztem egy csomó-csomó játékmechanikát. Pontosan, és nagyon-nagyon igazad van, úgyhogy ezért, de hogy tudom, hogy közben meg vártok tökre ilyen dolgokat. Jan, visszanézzünk hozzá. Avida acézik, Taverna D&D-zik, Bögre Crusader Kings-ezik. Ja, Bögre lesz szerintem. Ja, át kell jutnunk Angliába. Tudjátok itt, menjünk át Angliába. Jussunk át Angliába. Addig menjünk el mindenféleképpen streamben. Azt, hogy a héten mikor lesz következőre Valhall a stream, azt nem tudom. Még 40 óra game? Nem, szerintem annyi nincs. Szerintem most már viszonylag közel vagyunk ahhoz, hogy átmenjünk. Most indulunk valamerre, az egy kezdő raid, ott kipróbáljuk ezt az első raidelés játékmechanikát. Mindegy, kitaláljuk. Kitaláljuk, srácok. Szerintem egy stream még biztos, hogy lesz a Valhallából. Azt érzem korrektnek. Értitek? Hogyha minimum legalább 2 óra stream az nagyjából 6-8 óra játékidő. Ha 6-8 óra játékidő alatt nem érzed azt, hogy szeretnéd folytatni, vagy hogy elkapott a dolog, akkor szerintem akkor az okés, és akkor el lehet engedni talán. Na mindegy. Raid Bögre Gaming. Ez nem sikerült. Raid Bogre. Ja, nincs ékezet nyilván. Úgy. Na! Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon királyek vagytok. Elképesztően király volt ez a mai stream. A Minecraft is. És én bevallom őszintén az Assassin's Creed stream részt is élveztem veletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy hát ez a rengeteg támogatást igazából, amit toltatok. És találkozunk holnap. Holnap délelőtt, meg holnap délután. Valamelyik Minecraft lesz. Nem tudom, hogy melyik. De valamelyik Minecraft lesz. Valószínűleg most nagyon sokat túrjuk majd a földet a következő időszakban. Mert most ez a része jön. A bázisépítés, szóval az meg nagyon-nagyon sokat kell túrnunk a földet. Meg nagyon sok nyersanyagot kell grindolnunk. Ja, valamelyik Minecraft lesz, és a másik meg nem. Szerintem vagy Anno, vagy Crusader Kings, és szerintem Crusader Kings lesz. De hogy nem vagyok benne 100%-ig biztos. Na, mindenkinek további jó mulatást, szép napot, és találkozunk holnap. Köszönöm a figyelmet, vigyázzatok egymásra, vigyázzatok magatokra, és most köszönöm a figyelmet. Sziasztok!